látom, együtt vagyunk, mind a 12-en itt vagyunk. Javaslom, folytassuk munkánkat. Napirend szerint következik beszámoló a püspökvárosi tájékoztató és közművelődési központ könyvtár múzeum 2019. évi szakmai munkájáról. A szakmai munka bemutatására egy terjedelmes anyag került összeállításra Tányér József intézetvezető úr részéről. Az anyagnak beszámolnak ő az előterjesztője. A anyag ismeretem szerint, illetve emlékezetem szerint, mert részben én is jelen voltam, a köznevelési kulturális ifjúsági sportbizottság előtt volt tárgyalása, részben magam is jelen voltam, amikor ez tárgyalásra került. Kérdezem a bizottság vezetőjét, a bizottsági állásfoglalással kapcsolatosan parancsoljon. A bizottságunk a püspökvárosi tájékoztató és közművelődési központ könyvtár múzeum szakmai munkájáról szóló beszámolót meghallgattuk. Nagyon sok kérdést tettünk fel intézményvezető úrnak, ezekre a kérdésekre a válaszokat részben meg is kaptuk. Kettő darab kiegészítést kértünk a beszámolóhoz. Pénzügyi tájékoztatást a tagintézmények vonatkozásában, illetve írásbeli tájékoztatást kértünk a tagintézmények infrastruktúrális fejlesztésével kapcsolatban is. Ezt a két kiegészítést megkaptuk, viszont ez a kiegészítés az egyik tartalmazta azt is, választ kértünk volna arra, hogy mindenhol a beszámolóban az szerepel, hogy a nézőtéri székek kárpitozva lesznek, illetve a székek felújításra fognak kerülni, viszont az előzetes tervekben a székek cseréjéről van szó, és ezzel kapcsolatban kértünk volna írásos választ, amit nem kaptunk meg, vagy legalábbis én nem találtam meg a írásos válaszok között. Tehát ezzel a két kiegészítéssel a testületnek elfogadásra javasoltuk a beszámolót, de ennek tudatában szavazzanak a képviselőtársak. Illetve kérdezném intézményvezető urat, hogy ez miért nem került el a módosítás. Bocsánat, mindjárt fogom kérdezni. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel beszámoló van a szó, és a napirendi pont előadója Tányér József intézményvezető úr, akkor kérem, hogy amennyiben kíván reagálni a bizottsági elnök úr kérdésére, illetve egyéb területen kíván kiegészítést, bármi más egyéb közlendőt tudomásunkra hozni, akkor legyen kedves most egy megparancsoljon. Igen, válaszolva elnök úr kérdésére, eljuttattam a tájékoztatót, szóval kedreggel elkészítettem, tehát aláírva. Nem tudom, hogy többi képviselő úrhoz vagy képviselőszínűk ez eljutott, nem tudom, hogy a tiszteltestület ez eljutott-e, vagy csak elnök úr nem kapta meg, de itt van nálam is, hogy elkészítettem. Ha szóba gondolják, akkor választ adok, esetleg a írásos anyag. Legyen kedves elmondani, hogy röviden fogja össze. Jó, akkor röviden, tömören elmondom. Ugye ez az infrastruktúrális fejlesztés projekt, a HACS kulcs projekt, a harmonikus kulturálódás. Itt valóban 2018. szeptemberében volt egy testületi ülés, aminek ugye kértem a önkormányzat segítségét, de ugye fent is van a testületanyagon ez a 89/2018-as szeptember 28-ai testületi ülés, amit ugye bizottsági ülés előzött meg. Itt két variáció volt, valóban ugye új székek is benne voltak, egy B variációban pedig a székek cseréje. Mivel leírtam itt a tájékoztatóban, hogy ugye mi a pályázat beadásáról szólt ez a testületi ülés, egyáltalán beadjuk ezt a pályázatot, illetve tudatosítottuk a testülettel, hogy miket tervezünk ugye ebbe a 60 millió forintos keretösszegbe. Persze tartalékkal együtt kell számolni ezeket az összegeket, illetve műszaki elnőrzéssel, tehát beruházás és építési költségeket, akadálymentesítés is szerepel. Ezt korábban eljutottam az önkormányzathoz már egy részletesebb tájékoztatót a hivatalba, tehát a polgármester úrhoz és irodavezetőkhöz,
hiszen ugye folyamatosan tartottuk a városfejlesztési irodával is a kapcsolatot, és ez ugye az előkészítő munkákat, nekünk az volt a szerepünk, hogy készítsük elő a pályázat beadását, aztán került be a helyi hasbizottsághoz, illetve az irányító hatósághoz, majd október 31-én adtuk be a pályázatot. Ott már ugye, mivel költséghatékonyabb volt, valóban a székek cseréje kárpítozása szerepelt, hiszen elsőleges prioritás, ez elhangzott az ominózus szeptember ülésen is, a klimatizálás, illetve az akadálymentesítés, hiszen az kötelező része és a környezetudatosság akadálymentesítés a pályázatnak, ezt így adtuk be. A költségnemekben átcsoportosítani így is lehetőség van, tehát hogyha nem változnak a keretösszegek, a mérföldköveket, a költségtípusokat lehet módosítani, hiszen éppen tavaly novemberben készült a támogatói okirat, amit januárban pedig egy likvid terv követett, ott kumulált költséget kérte, tehát nem is kérte a helyi államkincstár, mi soroljuk fel a tételeket. Én úgy gondolom, mivel a költség összeg sem változott, és a tételek, nem kaptunk olyan jelzést, hogy egy újabb testületülés, vagy bizottságülés lenne szükséges. Ehhez ugye eljuttattam azt is, hogy a mérföldkövek, ugye szeptember és augusztus 31-ig tart a pályázat, a kivitelezési időszak 2020. augusztus 31-re módosult. Köszönöm szépen kiegészítő gondolatait, intézményvezető úr. Valójában én is keresgettem itt az anyagaim között, időben megkaptuk, és többeknél látom ezt az előbb említett kiegészítő anyagot. Köszönjük szépen. Gondolom, hogy minden együttesen rendelkezés áll ahhoz, hogy a beszámolót érdemben és részletében a testület megtárgyalhassa. Úgyhogy akkor a szokásos tárgyalási metódus szerint kérdések megfogalmazására kerülhet sor. Úgy látom, hogy Győrfi Lajos képviselő úr jelentkezett szólásra kérdéssel, parancsoljon. Köszönöm szépen, polgármester asszony, jelzéssel szeretnék jelzéssel, hogy érintettségem akár úgy, ahogy a bizottsági ülésen is tettem, nem kívánok a szavazáson részt venni, mivel a Karacs Ferenc Múzeumnak vagyok a vezetője, és ezt tagintézményként része tájékoztatók. Köszönöm szépen, akkor ez jelzés volt, egy bejelentés, nem pedig kérdés. Attól még kérdés fog megfogalmazni, kérdést, hogy egyébként, de ez most... fogalmaztam meg. Köszönjük szépen a bejelentést. Akkor valójában a kérdések most kezdődhetnek. Balázs Sándor képviselőtársam, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én bizottsági ülésen kitértem erre, és ott meg is ígérte Józsa, hogy fogadni egy választ, de én úgy gondolom, hogy az egész testületnek van joga ezzel tudatában lenni. Tehát a probléma megint visszavezethető a régi képviselőtestülethez, ugyanis a működésünk során mi kaptunk egy színpadot ajándékba, ezt úgy hívják, hogy az Ördög árokban elhelyezett az a színpad, amit Csaba Királyfi forgatása során, vagy itt lejátszása során alkalmaztak, ezt az akkori rendező nekünk, vagyis hát a szerző nekünk ajándékozta, illetve a város be is fogadta ezt a színpadot. Tehát jelen pillanatban van egy színpadunk, és nem tudhatjuk, hogy milyen állapotban, nem tudhatjuk, hogy kitér ott esetleg baleset, kitér valaki olyan sérülést. Tehát én arra kértem Józsit, hogy legyen szíves a színpadnak a jelenlegi állapotát fölmérni, arról valamiféle a testület felé irányuló nyilatkozatba beszámolni, hogy esetleg az elbontásáról, ha olyan állapotban van, vagy a megóvásáról valamiféle lépéseket tudjunk tenni, mivel hogy befogadtuk, így a felelősség a miénk, ha ott bármi történik, mert így az a mi tulajdonunkban lévő színpad. És ezzel kapcsolatban kérdezném Józsit, hogy tudott-e már foglalkozni vele, vagy fog-e esetleg valamiféle írásos választ? Tehát színpadra kapcsolatos kérdések merültek föl. Köszönöm szépen, magam is kíváncsi vagyok a helyzet részleteit illetően, magam sem vagyok teljes egészében tájékozott, intézményvezető úr. Amennyiben erre most teljes körű választot adni, akkor legyen kedves tenni. Teljes körűt nem folyamatban van. Folyamatban lévő, akkor a folyamatban lévő szinten legyen kedves válaszolni. Jó. Körbe kérdeztem a kollégáimat, mivel ugye mi foglalkoztunk ugye a hangosítás részével, tehát a reklámozással, tudomásul, hogy ezen 2014-ben volt talán ez az előadás. Tehát ugye a meghirdetéssel foglalkoztunk, a hangosítás nem a mi feladatunk volt, eddig körbe kérdeztem, jelen állapotban még folyamatban van, tehát nem tudtak olyan teljes körű tájékoztatást, amit most el tudnék mondani. Tehát megígérem, hogy akkor tovább megyünk ezen az úton, és amit én tudok, akkor azt megteszem.
engedjen meg egy kérdés most magam részéről, mikor kaphatunk erre választ, mert számomra ez most már érdeklődésre számot adó körülmény, fejlemény. Mikor várható, hogy erre választ tud adni? Hát jövő hét elejére akkor, most mondjuk... Jó, köszönöm szépen, fogjuk várni a tájékoztatást a felvetéssel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Kérdezni kíván Rászné Feketé Ilona, a képviselőtársam, parancsoljon. Köszönöm azt, hogy polgármester úr, és már a bizottsági ülésen is volt néhány kérdésem, de hát nyilván megfogalmazott még azóta is több, és azt is, hogy azt előre bocsájtanám, hogy kettős érzések vannak bennem a beszámolóval kapcsolatban, hiszen egyértelműen látszik, hogy a tagintézmény vezetők által összeállított anyagok alapján készült a dolog, de nem tükrözi számomra markánsan a vezetői elképzeléseket és koncepciót, és a kérdéseim elsősorban erre irányulnak. Az egyik kérdésem az, hogy milyen ellenőrzés és milyen kontroll működik az intézményen belül a vezető részről a dolgozók felé. A következő, hogy igazgató szerint hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a gazdálkodást és a bevételeknek a növelését. A következő, van-e olyan intézményi koncepció, ami alapján dolgoznak egyenként a tagintézmények, vagy egyáltalán egységesen az intézmény működését irányvonalát tekintve van-e egységes koncepció? Vagy egyik napról a másikra működnek, ami éppen van, és legfőképp a tagintézményvezetők szakmai döntése és pénzügyi döntése alapján. Az intézményi vagyonnak és az infrastruktúrának jó gazdája, ezt a bizottsági vagy a bizottságban is több kérdés övezte. Gondolok itt arra, hogy azokat, amik vannak, mobil színpad az intézmény tulajdonában, ami, ha jól tudom, jelenleg az ifjúsági ház udvarán ázik, és nincs túl jó állapotban, vagy a fedés, ami ugye hátul van a szabadtéri színpad fölött, de tudjuk, hogy fix. Ezekre esetleg van a lehetőség valamilyen szinten, vagy lenne gazdasági szempontból használni, illetve nem tudom, hogy az igazgató úrnak a hatáskörébe tartozik-e, de van a városnak egy rendezvénysátra, amit, ha jól tudom, már a tavalyi kakasfőző fesztiválon sem használtak valamilyen oknál fogva, de lehet, hogy rosszul, hanem bérelt a város rendezvénysátrat. Tehát, hogyha van rendezvénysátor, akkor az hol van, miért nem használjuk, és miért kell bérelni, vagy mit lehet erről tudni. Következő kérdésem, lát-e fejlesztendő területeket az intézmény területén is, miket? És még kettő van. Az egyik, hogy a Művelődési Központ tagintézmény vezetői helyére milyen megoldást lát, mi a jelenlegi állapot a Művelődési Központ tagintézményben. És az utolsó jelenleg, hogy a Petitelepi Fiókkönyvtár működtetése mennyire szükségszerű, milyen eredményeket produkál, ugye láttam a beszámolóból azt, hogy milyen a látogatósági száma, azt is, hogy két fő dolgozik ott. És ezzel kapcsolatban egy tájékoztatást, ha az igazgató megváltása szerint mi a vélemény a könyvtárról. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Az elhangzott kérdés sorra kérem, reagáljon, válaszoljon, intézményvezető úr, parancsoljon. Igen, tehát az ellenőrzés és a kontrollrendszer, ugye ezt a belső ellenőrzés is megfogalmazta, tehát ugye most a tavaly évben volt egy átfogó belső ellenőrzés, amire ugye elkészült az intézkedési terv. Fontosnak látom, tehát van fejlesztendő terület valóban, mert ugye a tagintézményeknek azért nagyon sok közös területe van, tehát ugye a közgyűjtemény, a könyvtár, múzeum, a közművelődés, illetve a média pedig, mint a marketing, tehát minden területen végzi. Itt a tagintézményvezetőkkel történő egyeztetés, ahol azért fontos, hogy a gazdaságvezető is ott legyen, hiszen vannak olyan megállapítások, amik ugye a gazdasági területen fejlesztendők. Ez valóban fontos, és visszaellenőrzés pedig úgy történhet, hogy ugye a tagintézményvezetők akár ugye így a következő megbeszélésen szóban elmondják, hogy mit értek el, de ezen látok fejlesztendő dolgokat, tehát ugye így lehetne hatékonyabbá tenni, hogy a kommunikáció, tehát a szóbeli, kívül az írásbeli visszacsatolások is fontos, és hogy egységes
akár egy beszámoló elkészítésénél ugye egy koncepciót küldtem a tagintézővezetőknek, ami alapján elkészítették. Jó volt a könyvtárnál ez a kötelező táblázat forma, de azon túl az igyekeztek azokat a szempontokat figyelembe venni. Abban is igaza van a képviselő asszonynak, hogy kell egy összegzés, tehát az intézőtő részéről, hogy itt a pályázati dolgokról is tájékoztatást adtam, mert ha benne is rejlik a beszámolóban, azért fontos, hogy egy egységes képet, tehát egy rövidebb összegzés lásson a tisztelt képviselőtestület. Az infrastruktúrális vagyonnal való gazdálkodás, tehát itt akár itt a mobil színpad is, ez valóban a bizottsági ülésen is szóba került, hiszen látva, hogy ugye milyen helyzetben van, tehát nem egy ácsolt, nehéz fa színpadot, hanem tényleg egy olyan könnyebb mobil színpadot kell ugye vásárolni. Nyilván ezt ugye pályázatból különböző, tehát voltak már erre elképzelések, kérdeztem ugye a technikus kollégáimat is, hiszen ugye egy bevételi forrás is lehet akár külső rendezvényekre, vagy akár a saját rendezvényre, ami nem a városközpontban történik, oda kivinni a színpadot, és akkor a járulékos rendezvények járulékos költségei bizonyára kevesebbek lesznek. Ugyanitt ugye a hangosítással kapcsolatban is, tehát sajnos ugye a mi technikánk nem teljes körül, tehát elég elavultak a hangtechnikai eszközök. Itt szakértővel felvető a kapcsolatot, tehát ugye aki nekünk hangosít vállalkozó, mondta is, hogy ugye a mi önkormányzati pályázatból még talán 2010-en beszerzésre került, tehát tényleg cserére szorulnak, és arra törekszünk, hogy egy komplett hangtechnikai berendezést tudjunk megvásárolni. És a fedéssel kapcsolatban ugye volt a színpadnak vizsgáztatása, tehát a hátul ugye a szabadtéri színpadnak. Ott igaz, hogy tehát arra megoldást kell találni, hogy ha a fedést levesszük, ugye a tartóoszlopokat is el kell helyezni, tehát egy olyan hely, ahol ugye ezt lehet tárolni, mert jelenleg azért a művész feljárónál is kicsi, tehát ugye a katasztrófa védelem is ugye volt kint, tehát onnan is elpakoltatták a veszélyes dolgokat. Ugye a következő kérdés volt még itt a városi rendezvénysátor. Ez hiszem 2 évvel ezelőtt is a kakasfőző festőtávra felállítottuk, de baleset veszélyes, tehát itt tartottuk a kapcsolat. Úgy tudom, hogy az önkormányzatnál van, de továbbra sem tartjuk az biztonságosnak, hogy ugye ez felállításra kerüljön, de részletében utána járok még, de biztos, hogy most nem tudtuk, emiatt nem tudtuk kivinni a jelenlegi fesztiválra. A művelődési háztagintézmény vezetőjével kapcsolatban ugye most meghirdetésre kerül a múzeumban egy néprajzos állás. Ezt fontosnak tartom, hiszen hogy a szabályszerűen működtessünk, ez is elsőrendű, de viszont az is, hogy mint ahogy mondta képviselő asszony, mint művelődési központ, legalább egy felsőfokú végzettséggel, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező kolléga kell. Itt akár pályázati forrással, munkatörvénykönyves kolléga felvétel helyettesítéssel látom megoldhatónak, hiszen hogyha ugye a képzési terv, amit minden márciusban le kell majd adni a testületnek, tehát ha most iskolázunk be valakit, az egy kicsit, az egy hosszú távú elképzelés lenne, tehát itt jelenleg a középfokú végzettsége rendelkező kolléganő koordinálja per pillanat ugye a művelődési ház közvetlen ugye, munkáját. Tehát fejlesztendő terület, ahogy visszakapcsolva, hogy itt mondta, hogy az infrastruktúrális, tehát a hangosítás, ahhoz megfelelő szakember is fontos, tehát 2 kulturális rendezvény technikusunk van, de őket is be kellene iskolázni, hogy azokat a modernebb eszközöket úgy tudják használni, és azzal akár bevétel szerző tevékenységre is szertelhetünk.
fontos az intézményi honlap, mert ugye most az ifjúság virtuális szokásait figyelve a Facebookot alkalmazzák leggyakrabban, de azért egy honlap azt fontosnak látom, akár egy kulturális rendezvény naptárral is, ami segíti ugye a tájékozódást a rendezvények összehangolásánál is. Tehát ez is egy fontos fejlesztési terület lenne. Illetve a humán erőforrás, tehát hogy úgy összehangolni az ifjúsági ház munkáját is, hogy tényleg ott is megnézze a költséghatékonyságot, hiszen egész nagy épületről van szó, és ugye rengeteg próbának helyt ott élet, tehát folyik a közösségi tevékenység, de olyan akár egy olyan, ugye ez is felhangzott a bizottsági ülésen, olyan programokat az ifjúsággal foglalkozó szakemberekkel összeállítani, tényleg bevonza a fiatalokat, és persze olyan humán erőforrást is. Most jelenleg EFO programban dolgozó kollégák is vannak, tehát azért igyekszünk ezt úgy kihasználni, illetve a művelési központtal úgy rendezni, hogy ugye ez is megoldást találjon. A Petri Telepi fiókkönyvtárban most jelenleg egy kolléganő dolgozik, tehát a kulturális közfoglalkoztatás megszűnt a Széchenyi könyvtárnál. A múzeumnál most jó hír, hogy a folytatódik márciustól egy évre is foglal a Nemzeti Múzeumnál, tehát ez is lehetőséget ad a humán erőforrás fejlesztésére. A fiókkönyvtáros kolléganő most ugye az állomány ellenőrzést végeztetett, tavaly ő is ugye selejtezte azokat a könyveket, amit úgy nem használnak, hiszen kettős funkció. Ez a könyvtár, tehát iskolai és ugye a városrésznek a fejlődését is szolgálja. Én úgy gondolom, hogy akár egy közfoglalkoztatott kollégával még a kolléganő mellé tenni, és ott ugye felvenni újra a kapcsolatot az ott idősek otthonával, óvodákkal. Én úgy gondolom, hogy lenne létjogosultsága. Ugye most a Gébezve központtal van egy megállapodás, tehát terembéletet nem kell fizetni, tehát ingyenes megállapodás van ennek a teremnek a bérlésére. Egy ilyen megállapodás. Köszönöm, intézeti úr. Én úgy látom a jelzésből, hogy Rászni Fekete Ilona másik körben kíván kérdezni. Igen, lehet akkor egy picit helyesbíteni is. Köszönöm. Igazgató úr, a belső ellenőrzésnél én nem a pénzügyi ellenőrzésre gondoltam, arra gondoltam, hogy a dolgozók és a tagintézmények felé milyen olyan vezetői ellenőrzés, visszacsatolás történik, ami a határozott vezetői munkát mutatja, és az, hogy hogyan lehet egységes koncepcióban működtetni, vagy szakmai alapokon az intézményt. Tehát, hogy erre gondoltam, nem arra, hogy van pénzügyi belső ellenőrzés, mert azt most várjuk annak a eredményét, ugye, hogy a megvalósítás és a cselekvési terv hogyan történik. Annyit szeretnék pontosítani, hogy nem egy felsőfokú közművelődési szakemberre van szükség az új közművelődési terv, szerintem kettőre. A vezeték ide jelenleg most művelődési központ tagintézményvezető sincsen, és két középfokú végzettségű szakember van. Ezért kérdeztem, hogy hogyan gondolja a művelődési központ tagintézményvezetőjét is megoldani, illetve január 1-ig kell megfelelni a törvénynek, de hogy hogyan lesz kettő felsőfokú végzettségű szakember. Ahhoz, hogy ahogyan a múzeumnál is törvényesen működjön az intézmény. Köszönöm. Köszönöm szépen. Másik körös kérdéseket. Intézményvezető úr, legyen kedves reagálni. Tehát első körben, igen, ahogy mondtam, tehát a tagintézményvezető kettőtől megbeszélés, ugye az, ahol ugye kiadjuk a feladatot, és a visszacsatolás, az pedig úgy történik, hogy ugye úgy egy megbeszélésekkel, érve írásban, tehát úgy lenne hatékonyabban, hogy ugye egy egységes kommunikáció, amit ugye a vezető kiad a tagintézményvezetők felé, ez nem feltétlen szóban lehet írásba is, tehát ezt gyakoribbá kell tenni a folyamatos nyomonkövetést, akár ugye a tagintézményvezetői szinten heti, mert ugye beszélünk csak egységesen, tehát minden területnek azt a tagintézményvezetője egyszerre legyen ott, egyszerre jusson el hozzá a kiadandó feladat, illetve a visszacsatolás, tehát ezen látok fejlesztendő terület, tehát fejlesztendő dolgot, hiszen ugye napi a kommunikáció minden tagintézménnyel, de
azért sokszor a kollégákat is érdemes megismertetni, hogy akármi történik mondjuk a múzeumban, ott megtartani egy vezetői megbeszélést, tehát ezen látok fejlesztendő területet. A másik kérdés adja a tagintézmény vezetőire. Tehát most első körben valóban, tehát a tagintézmény vezetői funkciót kellene megoldani, ahogy mondtam, hogy rövid távon, akár a munkatörvénykönyves kollégával, tehát egy helyettesítő kolléga felvételével, és januárig beiskolázni egy másik kollégát, aki akár most jelenleg középfokú végzettségű, mert most az intézménynél per pillanat, tehát akinek olyan végzettsége van, tehát vannak kollégáim, akinek a többfunkciós intézményvezetői megvan, illetve szociális területen, de azt annak után jártam, hogy az nem elég tagintézményvezetőinek, tehát ez a most hirtelen, mindegy, van egy kolléga, akinek szociális területen van közművelődési végzettség, de az kevés a tagintézményvezetői. Tehát belső átcsoportosítása így nem biztos, hogy rögtön meg lehet oldani. Köszönöm. Értem, köszönöm. Vadász Ferenc, a polgármester úr kért szót. Mondom, kérdezni kíván. Köszönöm szépen, polgármester úr. Lesz egy kérdésem, és van egy kérdésem. A kulcs projekthez kapcsolódóan szeretném megkérdezni, hogy a projekt mérföldköveit említetted, de lehet, hogy lemaradtam róla. A második mérföldkőnek az időpontja, vagy a tervezett elérése március 31. És a megvalósítani tervezett eredmény leírásában pedig az szerepel, hogy a kivitelezés eléri az 50%-os készültségi szintet. Ennek nagyon közelének tűnik ez az időpont, tehát március 31 itt van a nyakunkon, hogy ebből lehet valami, vagy módosításra kerül majd? Ezt kell módosítani, mert válaszolhatok, ugye? Igen. Irodavezető asszonnyal is egyeztettem, de mind a pénzügyi, mind a városfejlesztés irodavezetőjével, és én úgy látom, hogy kell. Tehát előkészítették a szerződést, tehát a három körös eljárás közbeszerzési eljárás meg volt a tervezővel, tehát a tervező az kiválasztásra került, de még ugye a szerződés aláírása után neki a kivitelezői szerződéseket is meg kell kötni. Tehát itt szerintem biztos, hogy módosításra kerül a sor. Az előleg megkérése a 100%-os előleg, illeti meg ugye mivel önkormányzat a pályázó. Tehát amint megérkezik, én úgy gondolom, hogy akkor ugye ki is lehet fizetni a tervező felé járó költséget majd. És akkor a projekt végét viszont szeretnénk tényleg, hogyha augusztus 31-re azért meg lenne. Úgy legyen. Reagálni kívánja a polgármester úr, parancsolja. Igen, köszönöm szépen. Ezt elfogadom, meg drukkolok, hogy augusztus 31-ig teljesüljön, hiszen a műfázra nagyon is ráfér a felújítás, meg a korszerűsítés is. Ezt még annak idején Hofi is megjegyezte annak idején, hogy sísánc voltunk, de azóta már másképpen néz ki a műfáz. Ettől függetlenül a színházterem, a klímanélküliség, tehát a klimatizálási igény az megvan, tehát az mindenféleképpen meg kell csinálni, tehát drukkolunk, hogy sikerüljön. Egy rövid megjegyzésem van, érdeklődéssel várom a múzeum felújítását, mikor nyílik meg majd az kiállítás, és gratulálok a múzeumnak is, hiszen nagyon sok pázdi lehetőséget használt ki a tagintézmény fejlesztéséhez kapcsolatban. Köszönöm szépen! Köszönöm. Györfi Lajos képviselő úr kérdez. Köszönöm a szót. Pontosítani szerettem valami részben, mert meg is történt, ugyanis a múzeum meghirdetésre kerülő státusza nem a művelődési jelz státuszának terére kerül meghirdetésre, hanem ez egy meglévő státusz, amit hosszú ideje a televízió munkatársa töltött be helyettesítőként, és most nyáron nyílt alkalmunk, hogy akkor szabályos keretek között tudjuk újra a múzeumot működtetni. Vadász Ferenc, a polgármester úr kérdésére pedig válaszolva, a múzeumot terveink szerint a múzeumok éjszakáján, június 27-én szeretnénk teljes egészében átadni a nagy közönség előtt. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy haladunk előre az úton, megtervezett úton. Köszönöm. Úgy legyen. Bízunk benne én is. Bízunk benne és segítjük is a folyamatosat, tudjuk. Köszönöm szépen. Varga Zoltán, polgármester úr kérdez. Köszönöm a szót, a polgármester úr. Polgármester úr, két kérdésem lenne. A igazgató, hogy válaszol a kérdésekre,
Magyar, majdnem minden mondatában benne van a jó lenne és kellene. Én úgy érzem, hogy saját magával szemben fogalmaz meg kritikát, én ezt úgy látom, hogy lehetett volna mit tenni, de nem tettük. Hogy ennek milyen akadályát látta igazgató, hogy miért nem történtek ezek a most javaslatként megfogalmazott kritikák. Illetve a sátorral kapcsolatban lehet, hogy én értettem fél, de azt, ha jól értettem, azt mondta igazgató úr, hogy az önkormányzatnál van, de nem tudja. Tehát most akkor az önkormányzatnál van, vagy... Tehát mégis az önök kérdő, csak jó volna tudni, hogy hol van az a sátor. Hogyha esetleg erről, nem tudom, kaphatnánk pontos felvilágosítást, hogy akkor hol van a sátor, akár a hivatal részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm. Irányvezető asszony, parancsoljon. Tehát ez a rendezői sátor egy támogatott pályázatból került beszerzésre 14 körül, nem tudom pontosan. Ez egy önkormányzati pályázat volt, tehát önkormányzati tulajdonban van. Viszont ugye átadásra került úgymond a művelődési háznak, hogy ugye a rendezvényekhez használják. Az én utolsó információm szerint az egyik része el van törve, illetve mikor utoljára felállították, én azt hiszem, hogy baleset is volt belőle. Tehát problémát okozott az intézmény részére, hogy szakszerűen felállításra kerüljön. Ennyit tudok róla mondani, köszönöm. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, a közkép területén van kivéve, de utána járunk. Nem tudom pontosan most. Szeretném is elő nagy írásban tájékoztatás, hogy hol van a sátor. Köszönöm szépen. Igen, az a kérdésem, hogy legyetek kedvesek utána járni annak, hogy hol van a sátor, és akkor légy szíves írásban jelezni felénk. Úgy gondolom, hogy ennyi bizonytalanság mellett jó, hogyha kérdőjelek után felkérdőjelet látunk, tehát tudjunk már erről a dologról, milyen tartalom, viszki tartalommal, illetve hol lehető fel ez. Amennyiben alkalmasok, ha használjuk, ha nem alkalmasok, akkor viszont döntést kell ezzel kapcsolatosan hoznunk, de legyen így bizonytalanságban ez a történet. Köszönöm szépen. Kérdéseink arra, hogy már részben átmentünk a következő területre is. Igazgató úr, még egy részkérdésre nem válaszolt. Igen, parancsol igazgató úr. Igen, tehát, hogy lenne, illetve ez a feltételes mód, tehát valóban egy intézővezetőnek határozottságot kell sugálni, tehát én mindent megkapok a kollégáimtól, és igyekszem azt megadni nekik. Tehát, hogyha magammal kritikát fogalmazok meg, azt úgy kell megfogalmazni, hogy ne bizonytalanságot szüljön a kollektíva felé. Úgyhogy ez így igaz. Köszönöm szépen, és akkor javaslom, térjünk át a véleményekre, és feltételezem el Ászni Fekrira. Elnök asszony véleményt kíván formálni, parancsoljon. Igen, köszönöm szépen, polgármester úr. Hány percem van? Első körben 3. Jó, köszönöm. Tessék mondani, amit eligazítunk. Egy nagyon vastag anyagot kaptunk igazgató úrtól, amihez ugye, ahogy elnök úr is mondta, két további kiegészítést kért a bizottság, mert olyan az én megítélésem szerint fontos dolgokat nem tartalmazott ez a szakmai beszámoló, pénzügyi vonatkozásúakat, pályázati eredményeket, ami úgy gondolom, hogy az intézmény teljes körű szakmai megítéléséhez nagyon fontos és elengedhetetlen. És ahhoz, hogy meg tudja azt ítélni a testület, vagy bárki, aki érdeklődik, hogy az intézményben, illetve a tagintézményekben hogyan működik, milyen eredménnyel és hatékonysággal a munka, ezek fontosak. Első körben ez nem került benyújtásra, és ahogyan az elején is már elkezdtem, egy olyan beszámolót kaptunk, ami azt gondolom, hogy nem egy egységes vezetői elgondolás mentén lett összeállítva, hanem ahogyan lehet látni a beszámolóban is, tagintézményvezetők írták bizonyos részeiket, vagy legalábbis az ő tagintézményüknek a részeit, és ugye ez szerepel is a beszámolóban, és azt a fajta vezetői összegzést, elgondolást, azt a fajta értékelést az előző évről nem tartalmazza, amit én szívesen elolvastam volna. Én úgy ítélem meg, hogy viszonylag sok önállóságot kapnak a dolgozók és a tagintézményvezetők,
és nagyon sok fejlesztendő terület van. Én azt gondolom, hogy a tagintézményeknek a munkája mindenképpen dicséretes és eredményes. Nagyon sok pályázati eredmény van, és ezért is sajnálom, hogy az eredetiben nem volt benne, mert rengeteg pályázatot adtak be, nyertek meg, és mindenképpen ez azt mutatja, hogy a tagintézmények dolgoznak, nyilvánvalóan az intézményvezető is, csak hogy, tehát hogy próbálják fejleszteni a saját kis dolgaikat. De nekem ez most úgy tűnik, és talán mondhatom egy picit, hogy így a megítélés alapján is, hogy az ember ugye a dolgozókkal beszélget, hogy bemegy az intézményben, hogy mintha inkább ilyen kis egységenként dolgoznának a tagintézmények, és nem feltétlenül egységesen. És én úgy gondolom, amit most igazgató úr is megerősített, hogy nem szabad bizonytalanságot mutatni a vezetőnek, hanem egy nagyon határozott álláspontot kell képviselni azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánja vezetni az intézményt, és milyen koncepció alapján. És hát nézve itt a számokat, amiket ugye most megkaptunk, nagyon érdekes a tagintézményeknek a költsége, amiket ugye mind a finanszírozásban adunk nekik, mind pedig ugye a bevételi oldalról produkálnak. Ugye a két tagintézménynek, a Dorogi Márton Művközpontnak és az Ifjúsági Háznak, valamint a Tájékoztató Központnak közel 40 millió forintos az összes kiadása a tavalyi évről, míg a múzeumnak 17,5 millió, a pedig 22 millió forint. És azt gondolom, hogy amit talán bizottságosan is hallottam, hogy nem biztos, hogy mindig ilyen egységes gyerek módjára van kezelve egy terület. Nyilvánvalóan ez nem is lehet egyformán, mert nem, tehát más-más a költség igénye, de azért a finanszírozásból látszik, és szerintem a személyi összetételből is, hogy van olyan tagintézmény, ahol nagyon magasak a bérjellegű költségek, és van, ahol elenyésző, de összességében egyébként van olyan tagintézmény szerintem, ahol sokkal több a létszám, mint amilyen hatékonyságot mondjuk produkál, vagy produkálhatna. Köszönjük szépen észrevételét, elnök asszony. Véleményt kíván formálni. Második körben, intézőt asszony. Bocsánat, tisztság elnök asszony. Köszönöm. Tényleg nem sok gondolat, még néhány, hogy én azt gondolom, hogy az Ifjúsági Háznak a működését, ahogyan a bizottsági ülésen is elhangzott, és többen megfogalmazták, át kell gondolni. Át kell gondolni azt, hogy az Ifjúsági Ház jelenleg az ifjúságot szolgálja ki, és át kell gondolni azt, hogy azt a telephelyet, azt a részegységet, azt így kell nevezni, vagy esetleg milyen olyan tartalommal vagy elnevezéssel kell megtölteni, és milyen olyan működési formát kell neki adni, ami ott szerintem most nem mint ifjúsági ház funkcionál, hanem azért látjuk sokan, hogy inkább már egy közösségi ház típusú tevékenységet végeznek. Én azt gondolom, hogy ez az intézmény típus mindig is a nyilvánosság előtt tette a dolgát, mindig nagy figyelmet kapott, éppen ezért mindig nagyon sok kritika illette. Mindig mindenki tudja, hogyan kell szervezni, mindig mindenki tudja, hogy minek kéne lenni a tévében, meg az újságban. Ez így van, és én azt gondolom, hogy azok a kollégák, ha mondhatom így, nagyon megerőltető munkát végeznek egyébként, akik ezekben a tagintézményekben dolgoznak, mert olyan munkarendben dolgoznak, ami azért nem egy 8-tól 4-ig történő dolog, hanem ünnepnapon, hétvégén, éjszaka, hajnalban van, és szerintem ez nagyon elismerendő, nagyon dicsérendő, és én nekem minden elismerésem az itteni kollégák is, és mindenki, aki ezen a területen dolgozik, vagy dolgozott valaha, mert tudjuk azért, hogy ez mivel jár. Én amiatt a kettősség miatt, amit elmondtam az elején, és amit látok, hogy az intézményben nem látom azt a fajta határozott vezetői vonalat és koncepciót, a beszámolóban nem látom azt a fajta összegzést és vezérvonalat, ami szerintem kitűnik ebből a dologból, tartózkodni fogok a beszámoló elfogadása kapcsán. Köszönöm szépen. Balázs Sándor képviselő kíván véleményt mondani, parancsoljon. Köszönöm a szót. Én meglepődve tapasztalom azt, hogy a bizottság vezető elnök asszony mennyire rátermett és mennyire jól látja a problémákat. Egy dolgot nem értek, hogyha a bizottságokat szakmai alapon hoztuk létre, akkor miért egy másik bizottságba került, hisz itt tisztán látszik, hogy kinek hol a hely. De hát úgy látszik, felülír bennünket valami felső utasítás, ami szerint ez nem jöhetett létre.
De abban is legyünk tisztában, hogy minden embernek más a habitusa. Minden ember a jó szándékát kifejezheti hangos szóváltással is és csendben is. Én úgy gondolom, Józsinak a hozzáállása, én kimerem jelenteni, hogy a város szempontjából pozitív és lényegre törő. Tehát ő azért dolgozik, hogy a városnak legyen jobb. És én úgy gondolom, hogy ezt a beszámolót lehet sokfelől kritizálni. Tettük is, mert bizottsági ülésen, akik ott voltak, tudják, hogy elég sok támadást kapott Józsi. A mi támadásunk előremutatónak gondoljuk, tehát mi azokra a hibákra próbáltuk felhívni a figyelmét, amikkel ez az intézmény jól is működhet. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy ez az intézményt Józsi így kapta. Tehát ezt nem ő hozta létre. Ez egy hibás döntésnek az eredménye, hogy olyan mamut céget alakítottunk ki, amire én véleményem szerint igazából nincs is szükség. Mert ezek tagintézményként is ellátnák ugyanúgy a funkciójukat, sokkal költséghatékonyabbak lennének esetleg, és bizonyos döntésekben én úgy gondolom a tagintézmény vezetők is nagyobb felelősséget vállalhatnak. Ezért mondtam a bizottsági ülésnek is a véleményezési szakaszában azt, hogy én mindenféleképp azt tartanám előremutatónak, hogyha a tagintézmény vezetők nagyobb szabadságot kapjanak az adott intézmények vezetésében, illetve én úgy gondolom, hogy Józsi feladata pedig az a koordinálás, amikor ezeknek a tagintézmény vezetők irányában elmondja az elvárásait a városnak, és ott követel meg különböző dolgokat. Én ezt így gondolom, mert volt itt más habitusú vezetője is ennek az intézménynek, amit szintén leváltottunk, és a leváltás során bizonyos problémák merültek föl, de ebbe én nem akarok belemenni. De az az ellentétje volt Józsinak, és az sem működött jól. Tehát én mindenféleképpen értékelem ebbe a beszámolóba a jó szándékot, meg azt a munkát, amit a mögötte lévő dolgozók ebbe beletettek, azokat a tévéseket, akik a szabadidejükben hétvégén részt vesznek, azokat a múzeumi dolgozókat, akik ha kell, mennek és teszik a dolgukat, gondolkozás nélkül, azt az illetőt, aki az ifjúsági házba bemegy este 10 óra közé és bezárja, hozzá kell tenni, nem mindig volt így, többször maradt nyitva. Tehát azért mondom, emögött sokkal több van, mint mi itt a beszámolóban, amit látunk. Igen, lenne mit javítani, kellene is, de én ehhez kívánom Józsinak, hogy adjon a jó Isten erőt, egészséget, és tudja folytatni a munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr, összegző gondolatait. Kis Zsigmond képviselőtársam is vélemény kíván mondani. Köszönöm szépen, polgármester úr, hát el kell mondjam, hogy nagyon sokban egyetlenül kell tenni. Egy képviselőtársammal abban, hogy hát a Józsi, mi Józsink egyébként, tehát mindent tudjuk, mi hogy Józsi. Így mi Józsink, mi? Tehát így szeretjük amilyen, tehát ettől függetlenül. Tehát én azt gondolom, hogy maga az intézményvezetők is mindent megtesztek is annak érdekében, hogy ez a mamut cégünk jól működjön, és a jövőben is ebbe az irányba menjenek. Ahogy elmondta a képviselőtársam, és nem mi találtuk ki ezt a verziót, hogy ez most így működjön. Nagyon jól tudjuk, mi ennek az oka, hogy az átláthatatlanság, meg az egyéb okai annak, amiért ez így kialakult. De úgy látom, hogy most ezt senki nem tette szóval, hogy ez valahogy változtatás kellene rajta indítanunk. Elfogadtuk azt a költségvetést, amelyben ugye megállapodtunk ezek a dolgokba. Tehát én itt nagyon jól tartom az ember, átlátható. Szakmaiságát nyilván képviselőtársam elnök azt, hogy jobban tudja, hogy ez mi, hogy kell működnie, de az elmúlt egy év tapasztalatával, amikor közvetlenül is együtt dolgoztam az intézményvezetőkkel, meg az a kollégáival, én is ugyanazt tapasztaltam, hogy mindent megtesztek annak érdekében, hogy ez az intézmény részét jól működjön, és meg a lakosságát kiszolgálják, akár éjjel-nappal is, és néha méltatlanak tartja az ember azt a helyzetet, hogy este 9 órakor is még ott kell ülniük, és igazából ingyen, mert amint látjuk, nagy részben le van foglalva maga a intézményünk, minden helyisége ki van használva, de pénzt ennek cserébe nem kérünk. Korábban is már többször jeleztem én magam is, hogyha legalább olyankor, amikor egy bevétel orientált rendezvény van, akár a művelési házban, vagy a Zifiben is, akkor valamilyen részt azért jó lenne, hogyha a művelési ház is megkaphatna belőle abból a bevételből, ami ott megjelenik. Nem csak az az adott egyesület, tehát nem akarok személyeskedni, nem csak az az egyesület minél az összes pénzt, ami ott megtermelődik egy-egy ilyen bevétel alkalmával. Nyilván erre olyan ember kell, aki ezt meg is tudja teremteni, és akkor
vagy legalábbis a testületek el abban dönteni, hogy bizonyos egyes tevékenységben ez így történjen, és akkor mindenki összük a dolognak a méregfogát. Én kollégáknak megköszönöm az elmúlt éves munkájukat, és további sok sikert, jó munkát kívánok hozzá. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Varga Zoltán bizottsági elnök úr szintén véleményt kíván mondani. Én csak a tévénézők miatt szeretnék Balázs Sándor képviselőtársam. Nem biztos, nem szándékosan mondta, de úgy fogalmazott, hogy az előző vezetőt is szintén leváltottuk, a jelenlegét nem váltottuk le. Csak hogy a tévénézők nehogy félreértsék, tehát nincs arra szó. De szintén azt mondtad, hogy szintén. Tehát a jelenlegét azt nem váltottuk le. Ennyit szerettem volna, csak köszönöm. Jó. Szóhasználatot lehet pontosítani, a jelen pillanatban nincs ilyenre szó, legalábbis ismertem szerint ez föl sem merült. Köszönöm szépen, Balázs Sándor képviselő úr ismét szól. Tudtam volna második körbe hozzászólni, de ha már a szintén jelző ilyen, hogy is mondjam, helyreigazítást igényel, akkor elmondanám, hogy váltottunk le egy óvodavezetőt szintén, váltottunk le egy intézményvezetőt szintén, tehát amikor azt mondjuk, hogy szintén, akkor ebbe a kategóriába több vezető leváltására gondoltam. És aki ezen esetleg vitát kíván intézni felém, annak össze fogom írni, hogy az elmúlt 5 éves ciklusból hány vezetőt váltottunk le. Jó. Köszönöm szépen a pontosítást, a félreérthetőséget jó, ha kizárjuk. És gondolom, hogy ne is ez irányba menjünk, hanem térjünk vissza a beszámolóval a kapcsolatos véleményekre, esetleges javaslatokra. Figyelem a monitort, kíván-e valaki véleményt mondani az elhangzottakon túl? Nem mégis látok ilyen kezdeményezést. Ferenci bizottsági elnök úr parancsoljon. Egy vezetőnek a munkáját megítélni nem könnyű feladat. A vezető önmaga érzi azt, mikor benne ül egy székbe, hogy az a feladat, amit neki el kell végezni, az milyen, és az adott eszközből, az adott lehetőségből mi az, amit ki tud használni, és mi az, amit lehetetlen kihasználni. Ezt nagyon nehéz kívülről megítélni. Én úgy ítélem meg, hogy bizottságunk, mikor megtárgyalta a beszámolót, pontosan végezte ezt a tárgyalást, szakmai alapon végeztük. Nagyon sok kérdést raktunk fel, nagyon sok kérdést tettünk fel intézményvezető úrnak. Erre ott válaszokat is kaptunk, amire nem kaphattunk választ, abba pedig kiegészítést kértünk. Tehát úgy gondolom, hogy mi ezt ott a bizottságban munkánkat jól végeztük, mindenre kiterjedő volt. Egy ilyen beszámolót összeállítani sem egyszerű feladat, úgyhogy mellette még a napi feladatokat is el kell látni. Tehát nagyon sok szempontot figyelembe kell venni akkor, mikor egy ilyen beszámolót megítélünk. Én csak ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm szépen. Köszönöm bizottsági elnök úr kiegészítő gondolatait, és picit várok, hát ha még valaki jelzéssel jön, nem jelzéssel, akkor röviden engedjék meg, hogy én is szóljak a beszámolóval kapcsolatosan. Ismétlésekben nem kívánok bocsátkozni, többen több oldalról véleményeztétek, kérdések hangzottak és véleményeztétek a összevont intézményügyes munkáját, illetve a vezetői beszámolót. Magam is úgy ítélem meg, nem egyszerű dolog ilyen szertágazó és bonyolult struktúrát igazgatni, és valamilyen szinten egységes szempontok mentén folyamatosan irányítani. Bizonyos mértékben egyetértek a Rászni Feketéről a véleményével, hogy rengeteg anyagot kaptunk, tehát látjuk, hogy nagyon sok munka van benne, és nagyon sok erőfeszítés van benne. Nem csak anyag összeállításokkal, hanem a ott folyó munka kapcsán is. Viszont ennek a egységes szempontok szerinti úgymond összekapcsolását és szakmai iránymutatását talán nem véltem kiolvasni a beszámolóból. Ezzel együtt azt lehet látni, hogy az intézmény egyes területén, tehát tagintézményeken belül jelentős erőfeszítésre tesznek dolgozóink, többen ezt méltatták, egyetértek velük, tényleg nem egyszerű a helyzet. Ezzel együtt, és köszönet illeti munkájukat, valamennyi munkáját azért, hogy erőfeszítéseket, energiákat nem kímélve látták el feladatékat.
Ezzel együtt nem könnyű a vezető dolga, amikor erről kellene összefoglaló módon egy beszámolót készíteni és beszámolóban összegezni az éves munkát. Én mindenkinek megköszönöm erőfeszítéseit, megköszönöm azt, hogy ki a saját területein tette a dolgát, teszi a dolgát. Most mondhatnám, hogy a múzeumtól a televízióig, a művelési központ szüket területétől az ifjúsági házig, újság, stb. Nem is mondom végig. Ezzel együtt, ha itt már felvetése került, hogy egy struktúrát örököltünk, és esetleg ezzel kapcsolatban gondolatok merülnek fel képviselőtársaimban, akkor nem feltétlenül most kell azt kimondani, hogy hogyan tovább. Ha most merülnek fel gondolatok, a következő időszakban is lehet ezzel kapcsolatosan konzultációt folytatni, véleményt mondani. Itt most a 2019-es év értékelése, beszámoló általi áttekintése történt. Ennek a beszámolónak nem volt tartalma az esetleges struktúra átgondolása, továbbgondolása. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, köszönöm igazgató úr erőfeszítéseit, tényleg nagy energiát, sok munkát fektetett a beszámoló összeállításába, illetve a egyáltalán mindennapi feladatok ellátása kapcsán is. Köszönöm mindenkinek. Igazgató úr, reagál, parancsoljon. Köszönöm szépen polgármester úrnak, a tisztelt képviselőknek is a pozitív szavakat, hiszen ugye ezek a kollégáimhoz szólnak, egy intézmény a kollégáim nélkül, és az önkormányzattól kapott segítség nélkül, majd a városban működő vállalkozó civilekkel való összefogás nélkül nem működne. Tehát én tényleg itt köszönöm meg a televízionőzőket, mindenkinek a segítségét, az építő kritikát, és ezeket tolmácsolom a kollégáimnak is. Köszönöm szépen, igazgató úr. Összegzés megtörtént, szavazási helyzetben vagyunk. Aki a beszámolóval kapcsolatosan véleményt kíván nyilvánítani, az a kérésem most tegye meg. Tizenkét fő van jelen. A képviselőtestület tagjai közül hárman igen. Bocsánat, 8 tartózkodás és 1 nem szavazata, ahogy képviselő jelezte korábban. Véleményt formált a beszámolók kapcsolatosan. További eredményes munkát kívánok mindenkinek, a intézmény bármely területén is teszi a dolgát. Köszönöm szépen, ezzel a napirendi pont tárgyalása befejeződött. Áttérünk a 5. számmal jelzett fő napirendi pontunkra. Előterjesztés Püspökladány város önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról. A előterjesztés törvényi magyarázattal, illetve szakmai kiegészítéssel került kialakításra, valamint határozati javaslattal zárul, és ehhez kapcsolódóan találunk egy táblázatot, amely a 2020. évi közbeszerzési terv részleteit tartalmazza pályázati szintekre levontott formában. Az előterjesztés tartalmát tárgyalta a pénzügyi ügyrendi bizottság. Jól emlékszem, ugye, elnök úr? Rosszul emlékszem, elnézést kérek. Elnézést kérek. Bocsánat, hibáztam. Visszavonom. Együtt voltak, elnézést kérek, de másik bizottság napirendje volt, elnézést kérek, elalapoztam. Igen, a Városfejlesztési Közvetlenül Mezőségi Bizottság tárgyalta a előterjesztést. Köszönöm szépen a kiegészítést és korrigálom. Tehát bizottsági elnök Horváth Ádám úr kapja meg a szót, legyen kedves a bizottsági véleményről reflektálni, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen.
képviselőtársaimhoz fordulok. Kívánnak-e az előterjesztés és hozzá kapcsolódó tartalomhoz kérdést megfogalmazni? Balázs Sándor képviselőtársam kérdez, parancsoljon. Köszönöm. Én itt ezzel a 2000, tehát erre az hivatkozásra szeretnék még egyszer rákérdezni, mert én az ülés előtt javasoltam, hogy amit fölvettünk plusz napi rendi pontot, hogy azt tárgyaljuk hamarabb, ugyanis itt pontosan arra hivatkozik ez az előterjesztésnek a magyarázati szövege, hogy 2020. január 1-től hatályos közbeszerzési értékhatárok, közbeszerzési hatóság elnökének tájékoztatója a KE 2019 évi 224 szám 2019-11.21-re hivatkozik, és akkor a másik, amennyire volt időm betekinteni, mert én azt az anyagot igazából nem kaptam meg, csak amíg ide adták, addig volt időm belenézni, ott ugyanerre hivatkozunk, és emiatt változtatunk a közbeszerzési szabályzatunkról, tehát módosítjuk a szabályzatunkat. Ezt nem olvasom fel, szinte ez sorra pontosan ugyanaz. Üzemileg lett volna technikailag helyesebb az, hogyha először a újonnan felvett napirendi pontot tárgyaljuk meg, és utána ezt az előterjesztést. Jó. Ez csak kérdem. Képviselő, köszönöm szépen a felvetését, és magam is fontos, hogy tartom, hogy tegyük helyre a dolgot. Irodatelő asszony jelenkezett szólásra, legyen kedves szakmai választ adni a felvetésre. A sorrend most azért nem releváns ebben a kérdéskörben, mert maga a szabályzat olyan módon fog változni, hogy az értékhatároknak a módosulása fog átvezetődni rajta. De ezt az értékhatár módosulást egyébként a közbeszerzési törvény tartalmazza, tehát magasabb, tehát egy jogszabály tartalmazza, míg a másik csak egy helyi szabályzatnak minősül. Viszont maga a közbeszerzésnek a helyileg lefolytatott menete relevánsan nem változik a közbeszerzési szabályzatban sem. Tehát a kettő ilyen módon nem üti egymást. Köszönöm. Értem, köszönöm. Kérdés, képviselő úr, legyen kedves kérdezni, igen? Hogyha, ami nem fordulhat elő, tegyük fel az újonnan fölvett utolsó napi rendi pontok között tartandó előterjesztés nem fogadná el a testület, annak milyen hatása lenne mondjuk arra, amit most jelen pillanatban fogunk tárgyalni? Igen, bocsánat, Vandor Erika, élővezető asszony, kérem válaszolásra. Tehát a szabályzatnak a módosulását az a jogszabályt adta törvénynek a módosulásából eredően fog bekövetkezni. Tehát egyébként a önkormányzat nem teheti meg, hogy ellentétesen működjön egy jogszabályal. Tehát annak a módosításának meg kell, hogy történjen. Maga a közbeszerzési tervnek az elfogadását is jogszabály írja elő, tehát a kettőnek mindenféleképpen mennie kell, de nem kapcsolódik sorrendi összefüggésben. Köszönöm szépen. Jegyző úr kívánt az ügyben megjegyzést tenni, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Magam is annyi kiegészítést szeretnék tenni a Erika által elmondottakhoz, hogy ha mégis fennáll az eset, hogy nem fogadja a képviselőtestületre a szabályzatnak a módosítását, akkor sem történne igazából olyan értelemben vett súlyos hiba, mert a szabályzatnak a érdemi részét, úgymond az eljárási részét, ez a mostani előterjesztés nem érinti, tehát azt a képviselőtestületnek a továbbiakban is alkalmazni kell. És amit elmondott a kolléganő, hogy a törvényben szabályzott értékhatárok változtak, és hogyha a testület nem fogadná el ezt az értékhatárt, a közbeszerzéseknél akkor is azt kell alkalmazni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kiegészítő információkat. Kis Zsigmond képviselő úr kérdez. Polgármester úr, hadd kérek meg is felvilágosítást ezzel a táblázattal kapcsolatban itt, ahol egyik oldalon, hogy a negyen évre van bontva, hogy melyik beruházáshoz volt a közbeszerzés, hogy működik. Tehát az elsőre, hogy az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja, ez azt jelenti, hogy akkor ebben az időszakban a közbeszerzési eljárásra lezárjuk. Kihirdetés megtörtént. A másik pedig, hogy a szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama, ez most mire van szó? Addig a beruházás is befejeződik? Jól értelmezem a dolgot ezen a kérdésem. Köszönöm a kérdését. Értelmező választ kérek.
Üldözött asszonytól parancsol. Tehát ebben is van az eljárás megindításának tervezett időpontja, tehát az első időpont az az, hogy maga a közbeszerzési kiírásoknak az elkezdése mikor tervezett. Az előző napi rendeknél elhangzott, hogy ugye mindegyiknek folyamatban van az előkészítése, és a következő oszlop pedig igen, a közbeszerzés során megkötött szerződésnek a kivitelezésének a zárását jelenteni. Ezek az időpontok most szinkronban vannak a támogatási szerződésekkel, tehát ez módosítva lesz majd, hogy ha amennyiben a topos pályázatoknak a kivitelezési időpontja is mérföldkő szerint csúszni fog. Tehát a kettő az szinkronba fog kerülni. Köszönöm szépen. Kíván-e valaki véleményt mondani? Kis Zsigmond képviselő úr. Köszönöm szépen, de az előzőbeknek módosítjuk, akkor miért kell most egyáltalán most ezzel foglalkozunk, majd rájönnék akkor módosítani, amikor tudjuk ezt, hogy mi a helyzet, mert eléggé visszás az, hogy például az Egyesített Óvoda Intézménynél, hogyha ezt meg akarjuk valósítani, ennek szeptember 30-án kulcsra készre kellene lennie. Tehát akkor a zöldváros kialakításánál szintén a felújítást még sehol nem tartunk, tehát az is szerintem szeptember végig. Kerékpárotról azt majd elvárják, hogy az, ami lesz a sorsa, szerintem az, amíg elég sok évünk van, tehát ezek a határidők mind nekem egy kicsit olyan teljesíthetetlennek tűnik, de biztos ti tudjátok, hogy jobb. Még maga az egészségügyi alapellátás fejlesztésénél, ha ezt megvalósítjuk, szerintem még ese készül lesz szeptemberre, hogyha most elindulunk is benne. No, megértem, hogyha majd lehet módosítani, akkor módosítsuk. Köszönöm szépen, szerintem ez nem teljesíthető így. Köszönöm képviselő véleményét. Nyékiné Katona Hedvig, irodázat asszony, kíván reagálni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Püspökladány városnak szükséges, hogy legyen 2020-ra közbeszerzési terve. Ez egy szabály előírja, illetve minden közbeszerzés esetén ezt fel kell tölteni a közbeszerzőknek az EKR felületre. Jelenleg, ahogy a kolléganőm is mondta, azokra a dátumokra van beállítva a terv, ami a jelenlegi mérföldkövek a közreműködő szervezettel le van egyeztetve, illetve jóvá van hagyva, és majd megfelelőképpen módosítjuk, hogyha az szükséges. Minden esetre a tervnek az elkészítése szükséges bármely közbeszerzés elindításához. Köszönöm szépen! Köszönöm a válaszát! Nem látok más véleményre szóló jelzést. Magam is úgy gondolom, hogy igencsak késedelemben, több éves késedelemben vagyunk ezen projektek megvalósítása kapcsán, és hogy az utolsó mondatokban irodavezető asszony jelzett, ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, mindenképpen fontos ezen mindenképpen fontos egy közbeszerzési terv elfogadása, tehát a tovább lépés feltétele. Én azt kérem, hogyha érdemi módosítói javaslattal nem tudunk előállni, akkor fogadjuk el a határozati javaslatban, illetve a hozzákapcsolt táblázat tartalmában foglaltakat, és tudjunk tovább lépni, mert az idő sürget bennünket, rengeteg feladat maradt ránk az elmúlt néhány évből. Úgy látom, hogy nem kíván más reagálni, akkor szavazási helyzetben vagyunk. Aki véleményt kíván formálni az előterjesztés tartalmát, illetően kérem most tegye. Megállapítom a szavazás végeredményét. Képviselőtestületünk 12 igen, nem is tartózkodás nélkül, tehát egyhangulag támogatta a leírtakat. Köszönöm észrevételeket, kérdéseiket, illetve támogató hozzáállásokat. Következő lépésekben mi hamarabb tovább haladunk annak érdekében, hogy beruházásaink kimozduljanak a eddigi állapotukból. Köszönöm szépen. Áttérünk a 6. A napirendi pontunkra. Előterjesztés a Püspökladány 39/79/4 helyszám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon tervezett birkóz edzőcsarnok létesítésével kapcsolatos együttműködési megállapodásról.
rövid bevezető gondolat. A Püspökladány Nehéz Atlétika Egyesület az elmúlt években erőfeszítéseit tett annak érdekében, hogy Ladányban birkózó edzőcsarnok létesülhessen, és egy olyan ponthoz ért el az előkészítő folyamat, még egyszer hangsúlyozom a... Bocsánat, köszöntöm körünkben Szabó Csaba elnök urat, Nehéz Atlétika Egyesület elnökét, és köszönöm, hogy elfoglalta a helyét a mikrofon közelében. Tehát az elmúlt évek erőfeszítéseit odáig vezettek, hogy megvalósítás közeli stádiumba kerülhetett a előkészítő folyamat. Ismereteim szerint és tőlük tudom én is, illetve egy novemberben folytatott budapesti tárgyalásról, hogy engedélyes kivitelítővel rendelkezik ez a bizonyos edzőcsarnok előkészítési folyamat, valamint olyan információt kaptunk, hogy a vélhetően szükséges források rendelkezésre állnak, és ezen források átadása, átcsoportosításra kerültek a BMSK nevezetű pontosan beruházási, műszaki fejlesztési, sport, üzemeltetés és közbeszerzési ZRT irányába, akinek központilag elő feladat a hasonló szituációkban a beruházások előkészítése, közbeszereztetése, kiviteleztetése, majd úgysakészen átadása a tulajdonos, illetve üzemeltetők felé. Ezen folyamat elindult novemberben, és tulajdonképpen ott tartunk, hogy a BMSK összeállított egy együttműködési megállapodás tervezetet, ezt juttatta el hozzánk, és a korábbi esetleges félreértések alapjául az szolgált, hogy egy máskor szokásoktól eltérően az önkormányzat irányából érdemi részletekben menő egyeztetés nélkül ők el is küldték számunkra az általuk összeállított együttműködési megállapodás tervezetet aláírt formában. Ugyan a önkormányzatunk korábban foglalkozott ezzel a kérdéssel korábbi években, és testületünk korábban állást foglalt arról, hogy a beruházás megvalósíthatósági érdekében területet biztosít ennek elhelyezésére, valamint arra is kötelezettséget vállalt az előző testület az akkori információk birtokában, hogy a megvalósuló csarnok üzemeltetését adott időn tartamon belül vállalja, tehát erre élő testület határozatunk van. Mindezek figyelembevétele és tartalmában jutott el hozzánk ez a bizonyos együttműködési megállapodás. Én fontosan tartottam, hogy a új testület megismerkedjen ennek tartalmával, ezek kapcsolatosan az előzményekkel, az előző folyamatokkal. Bizottság két körben, szakbizottság két körben tárgyalta ezzel kapcsolatos fejleményeket, megismerte a részleteket. Tegnap magam is jelen voltam a második körös bizottsági tárgyaláson, ahol sok korábbi kérdése, ami igazán nem a mi hatókörünkbe tartozik, hanem alapvetően az előkészítés folyamata egyesület részéről történt meg. Sok-sok kérdése válasz adásra is sor került, és egyúttal kérdezem a Városfejlesztési Bizottság elnökét, Horváth Ádám urat, milyen álláspontra helyezkedett a bizottság tegnap. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Városfejlesztési Bizottság két körben tárgyalta ezt az előterjesztést, az első alkalommal a múlt héten, ahol nagyon sok kérdés vetődött fel, és csak részben kaptunk rá válaszokat. A második alkalommal pedig a tegnapi nap folyamán a pénzügyi és ügyrendi bizottsággal összevont keretekben tárgyaltuk. Nagyon sok kérdés hangzott el a két ülés alkalmával, de a tegnapi nap folyamán már a köreinkben volt Szabó Csaba, a Nehéz Atlétika és Sport Egyesületnek az elnöke is, aki minden kérdésünkre kimerítő választ adott. Ha megengedi polgármester úr, akkor csak nagy vonalakban a főbb kérdések, hogy tisztázásra kerültek. Tehát ez a beruházás egy 137 millió forintos beruházás, ami 100%-ig állami támogatásból valósul meg. Az önkormányzatnak a feladata a terület átadása, majd annak visszavétele a beruházás lezárását követően, és a engedélyes kiviteli tervek szavatolják azt, hogy az önkormányzatnak rendelkezésére áll a területen a megfelelő a közmű csatlakozás, vagy tehát a közművekre való csatlakozásnak a kialakítása. Az egyesület részéről
nyilatkozatot kaptunk arra vonatkozóan, hogyha ne talántán mégis ez a beruházás több pénzből valósítható meg, akkor közreműködik abban, hogy póttámogatást igényeljünk a magyar államtól, de mivel ezek a tervek nem régiek, azt hiszem talán a tavalyi évben készültek el, tehát számíthatunk arra, hogy ebből a pénzből meg is valósul ez a beruházás. Hasznosítás szempontjából elnök úr vázolta az elképzeléseit, ami nagyon sokszínű, tehát birkózó, edzőtáborok, határon túli birkózó szervezeteknek a edzőtáborait lehet itt magyar bajnokságot lebonyolítani, illetve egyéb városi szintű rendezvényeket, valamint más sportágoknak is képes ez a birkózó csarnok helyszín biztosítani, kivéve a labdajátékokat. Valamint még a kivitelezés bonyolító BMSK ZRT-vel kapcsolatban is arra az álláspontra jutottunk, hogy ez egy olyan szervezet, amelynek nagyon jó referenciái vannak, nagyon sok hasonló beruházást valósított már meg, úgyhogy belé fektethetjük a bizalmunkat, hogy Püspökladányban is hasonlóan színvonalas létesítményt fog létrehozni. Úgyhogy összességében a Városfejlesztési Bizottság támogatja a megállapodás tervezet aláírását. Igen, köszönöm szépen. Elnök úr említette, hogy tegnap összevont bizottságülés keretében a Városfejlesztési Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Szót adok a Pénzügyi Bizottság elnökének is, ők milyen álláspontra helyezkedtek. Bár jelen voltam, de legyen kedves tájékoztatni bennünket. Köszönöm szépen, polgármester úr. Igazából polgármester úr meg elnök úr összefoglalta, hogy miről is volt szó. Ennek megfelelően a Pénzügyi Bizottság is egyhangulat támogatta. És elfogadásra javasolja az előfejeztést. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy szót adjak Szabó Csaba elnök úrnak, aki a Nehéz Atlétik Egyesület elnöke, és tulajdonképpen a munka eddigi részének oroszlán részét neki köszönhetjük, vagy egyesület neki köszönheti. A kíván szólni az eddig elhangzottak, azokkal legyen kedves, tegyenek, parancsoljon. Tegnapi bizottságülésen is azt mondta, hogy nagyon szépen köszönjük. Mindenkinek Igen, felvétel miatt, igen. Jó, rendben. Tehát nagyon szépen köszönöm mindannyiójuknak a segítségét, támogatását. Tehát ez a plusz támogatásról jutott most eszembe, ugye, hogy korábban is, tehát 60 millióról indultunk, és valamennyi plusz támogatást mi harcoltunk ki, és én úgy gondolom, hogy ha ez a folyamat így ment eddig, hogy mindig sikerült hozzáraknunk egy keveset, akkor ha netalentán mégis szükség van rá, bár én úgy gondolom, hogy nem lesz, akkor mindenféleképpen pótámogatásért fogunk tudni folyamodni, és a Magyar Birkózó Szövetség elnökének a korábbi beszélgetésük alapján én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen azon vannak, hogy ez a projekt megvalósuljon. Még egyszer köszönöm, és kérem, hogy támogassák. Köszönöm szépen. Annyi kiegészítő információt hadd hozzak önök tudomására. Tegnap elmondtam az összes bizottságülésen. Picit most már előre haladva a dologban. A BMSK részéről a múlt héten megkeresés történt irányomban. Ugyanis amennyiben ezt támogatást kap, ez a bizonyos együttműködési megállapodás, akkor a megvalósításhoz kötődő apró technikai részletek, a elfogadott tervekkel kapcsolatos kiegészítő mozzanatok megtárgyalására és pontosítására azt a kezdeményezést tették, hogy Püspökladányban erre kerüljön sor. A jövő héten a BMSK projektvezetője, illetve munkatársai Püspökladányban fog érkezni, és a terv megvalósítással kapcsolatos kiegészítő részletekben szeretnék, hogyha itt hamar pontot tehetnék az eddig felmerült kérdésekre, tehát bízom benne, hogy ennek esetleges és várható, hogy elfogadása, mert én is abban bízom, hogy sikerült a kételyeket eloszlatni. Kérdésekre választ kaptunk. Amennyiben az elfogadás nyer, akkor a kivitelezéshez közvetlen kapcsolódó további technikai részletek hamar tisztázhatók lesznek. Egy dolgot hadd említsek még. A üzemeltetés kapcsán elhangzott, hogy városunk képviselőtestületben korábban ebben kötelezettséget vállalt, és bízom benne, hogy ezt mi is meg tudjuk erősíteni, tehát mi is vállaljuk a csarnok üzemeltetésével kapcsolatos további kötelezettségeket. Ehhez kapcsolódóan úgy gondolom, hogy pontos és egyértelmű legyen a kinek mi a feladat a későbbiekben. Ezzel egyidejűleg és a
közeljövőben az Nehézatlétek Egyesülettel kell egy olyan ehhez kapcsolódó együttműködési megállapodást papírra vetnünk, amely a működtetés részleteit fogja tartalmazni. Ez részben már tartalmi részletei tegnapi bizottsági üléseken elhangzottak. A közeljövőben úgy gondolom, hogy ennek összeállítása, illetve elfogadására sor kerülhet. Amiben tegnap elhangzott, hogyha ez elegendő, akkor arra kérném a tisztelt testület tagjait, hogy hatalmazza fenn arra is, hogy vagy ha gondolják, akkor külön bizottsági ülés hívunk még össze, hogyha úgy gondolják, testületi ülés is összehívhatok, de szeretnénk, hogyha ezzel együtt a későbbi működtetés feltételeit részletesen rögzítő másik együttműködési megállapodás is aláírásra kerülhetne. Van ezzel kapcsolatosan kérdés? Pénzügyi elnöke Varga Zoltán úr kér szót. Szeretném kérdezni, hogy a polgármester úr javaslat az módosító indítvány? Nem módosító indítvány, hanem tájékoztatásként vetettem föl, illetve kérem a készenvételőt ezzel kapcsolatban, hogy működjön. Technikailag, hogy bonyolítsuk le, egy másik megállapodást, tehát velük is kell kötnünk, egyesületre is kell kötnünk. Én minden megoldása hajlandó vagyok annak érdekében, hogy ez a folyamat zökkenetesen haladjon maga útján. Maga a kivitelezést ez nem érinti, de valószínűleg fogják kérni hamarosan a BMSK részéről azt a működésre kapcsolatos megállapodást tartalmi részletét is. Kérek javaslót, hogy történjen ez. Azért vetettem fel. Később mond képviselő úr, kívánja javaslót, tenni, mint formálni. Annyival szeretnék csak szólni, hogy nagyon régen várjuk már, hogy végre megvalósulhasson ez a szempont. Csabában nagyon sokat dolgoztunk volt a korábban is, hogy ez létrejöjjön, és azért 2014 óta húzódik ez az ügy. Ideje volna már végre pontot tenni a végére, és akkor minél hamarabb átvághassuk a szalagot, vagy átvághassák a illetékesek a szalagot. Mindenki úgy legyen. Beszélek. Tehát én maximálisan tudom támogatni, és bízom benne, hogy ez a forrás már elég lesz ahhoz, hogy akkor megvalósulhasson, és a birkózó gyerekei is minél hamarabb át tudják venni ezt a helyet. Köszönöm szépen. Én támogatom az aláírást. Köszönöm szépen. Vadász Ferenc alpolgármester úr véleményt kíván. Éleményeket kívánj megosztani velünk, tessék. Hasonlóképpen az elhangzottakhoz, tehát én is nagyon örülök neki, hogy eljutottunk idáig. Bár hogyha emlékeim nem csalnak, akkor annak idején ez egy nagyobb volumenű csarnok lett volna, de annak is örülünk, hogy létrejön valami olyan dolog, ami segíti a sportegyesületnek a működését. Akkor is, hogyha edzőcsarnokként fog működni, hiszen ugye a versenyek lebonyolítására alkalmas a nagy csarnokunk. Tehát, hogyha emellett az érkező csapatoknak a felkészülését a versenyre segíti, már azzal előrébb vagyunk, nem beszélve arról, hogy ez egy folyamatos edzési szintér lesz, amelyben a felkészülés biztosítottabb lesz, mint eddigiekben. Én nagyon örülnék, hogyha ez valóban minél hamarabb megvalósulna. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a polgármester úr támogató gondolatait. Magam is azon vagyok, és az elmúlt hónapokban igyekeztem mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt a helyzetet megvalósítás közel állapotba hozzuk, bár sajátos a szituáció tekintetben, hogy nem mi voltunk a eddigi babérok birtokosai, és mi csak segíteni tudjuk a folyamatot. Azzal kapcsolatban nem kaptam észrevételt, hogy a két szervezet, tehát maga a Nehézatlétek Egyesület, illetve a mi közöttünk kötendő megállapodás részletét illetően hogyan járjunk el, akkor én azt a javaslatot teszem, hogy amint ez összeáll, remélem, hogy néhány napon belül össze tudjuk rakni, vagy közeljövőben össze tudjuk ezt állítani, akkor egy soron kívüli testületi ülés keretében tájékoztatnám a kedves képviselőtársakat arról, hogy tájékoztatnánk arról, hogy milyen tartalommal sikerült ezt a tervezetet összeállítani, és akkor a testület legyen kedves egy következő körben ezzel kapcsolatosan véleményt formálni, illetve olyan instrukciókat adni, ami a egyesület és az önkormányzat közötti megállapodást is elfogadhatóvá teszi. Én úgy gondolom, hogy ezt a pillanatnyi szituációt most nem érinti. Ezzel a folyamat a BMSK
és a önkormányzat közötti folyamat nem reked meg, sőt, ez elindítja azt a lehetőséget, hogy kivitelezés mi hamarabb, kivitelezésre kapcsolatos eljárás mi hamarabb elinduljon, mi pedig a közeljövőben összeállítjuk ezt a egyesület és önkormányzat közötti megállapodást, azt pedig a testület elé fogom hozni. Támogatható ez a két lépcsős folyamat. Köszönöm szépen, bólogatást kaptam mindenki részéről. Látom, mindenki azon van, hogy ez eredményesen működjen ez a folyamat, és minél gyorsabban így fogok tenni. Tehát akkor nem látok más észrevételt. Aki az előterjesztésben foglaltakat, hozzákapcsolódó határozati javaslatot véleményezni kívánja a szavazás formájában, nyilván ez kapcsolódik az együttműködési megállapodás tervezet, akkor most legyen kedves véleményt formálni szavazás formájában. Megállapítom a testület szavazás végeredményét. 12 igen, nem és tartózkodás nélkül ezt az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadtuk. Tehát folyamat gyors ütemben haladhat tovább, mi pedig megkaptuk házi feladatot, és hamarosan ezzel is a testülettel élünk. Köszönöm szépen mindenkinek az ügyben tett erőfeszítéseit, és kérem, hogy a további is tegye azt, hogy mi hamarabb ebből Kizsibon képviselő által említett szalagátvágást lehessen. Látom, mindenkinek az lebeg a szem előtt, és lebegjen így. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Köszönjük szépen, elnök úr! Szervusz! 6. B napirendi pontunk következik. Előterjesztés követelés elengedéséről és támogatás nyújtásáról, amely arról szól, talán a mai napon a költségvetés kapcsán már érintőlegesen szóba került, hogy a Püspökladányi Városüzemeltetés Gyógyfürdő Kft. Pénzügyi nehézségekkel küzdött az elmúlt időszakban. Ezzel kapcsolatosan megtettük a szükséges intézkedéseket, mint tulajdonos, és a határozati javaslat arról szól, hogy ez a bizonyos póttámogatás milyen formában és hogyan kerüljön folyósításra. A üggyel kapcsolatos előzmények részben már elhangzottak, részben pedig anyagot csatoltan kerültek tájékoztatásra. Az előterjesztésre kapcsolatosan a pénzügyi bizottság tárgyalt. Jól gondolom? Jól emlékszem, igen. Most nem tudom, hol tettem a papíromat. Ja, igen, egyen haladta van. Kérdezem Varga Zoltán bizottsági elnökről, a pénzügyi bizottság elnök urat, ismertesse a pénzügyi bizottság álláspontját. Köszönöm a szót, polgármester úr. A bizottságunk megtárgyalta. Ez megint egy olyan helyzet, amiben a jelenlegi képviselőtestület belecsöppent és egy kényszerhelyzet elé állt. Abban a helyzetben voltunk, hogy vagy támogatjuk a Kft. Működését, aminek okait most nem részletezném, az majd a későbbiekben tárgyalásra kerül, vagy meg felülvizsgálatra kerül. Viszont ha nem hozunk olyan döntést, hogy ezt a pénzt biztosítjuk a Kft.-nek, akkor a 2019 évi költségvetése mínuszos lesz, ami azt jelenti, hogy sok mindenből, pályázatokból is többek közt kizárjuk a Kft.-t, ezzel következő években megpecsételnénk a működését. Ezt figyelembe véve a bizottságunk egyöntetlen támogatta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kívánom valaki kérdezni a lejétőkkel kapcsolatosan. Balázs Sándor képviselő kérdez. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én itt a Lajos által küldött levéllel kapcsolatban lenne nekem egy kérdésem, hogy itt különböző sorokon hónapra lebontva tételeket sorol föl, és akkor én konkrétan van az a köztisztaság, síkosság, mentesítés sorral kapcsolatban kérdezném meg, hogy hogyan létezik az, hogy a belvárosban folyó zöldítési programunkból kifolyólag munkaterületnek nyilvánított úgymond központi résznek
Mihelyis munkaterület lett, onnostól kezdve volt a fűnyírás és minden más tevékenységet, tudomásom szerint nem igazán folytatott a Kft., de ellenben, ha megnézzük a sorokat, akkor az összegek azok igazából nem csökkentek olyan látványosan, illetve a síkossági mentesítésre visszatérve is azt látom, hogy például tavaly januárban költöttünk rá 3 millió forintot, idén decemberben pedig 2,1 millió forintot. Én ebben a téli szezonban igazán sok síkosságmentesítéssel nem találkoztam, de biztos megvan az oka. Tehát a kérdés lényeg az, hogy hogyan létezik az, hogyha megnézzük a havi lebontású tételeket, hogy nem jelentkezik sem az, hogy a munkaterületnek nyilvánítottuk a Rákóczi utcát, és pontosan ön volt az, aki azt mondta, hogy mivel munkaterület így az ön alkalmazottai ott munkát nem végezhetnek, illetve pontosan kérdezném, hogy ha a síkosságmentesítésre hova fordították ezt az összeget, vagy hol, vagy hány alkalommal történt decemberben például síkosságmentesítés, vagy akár kérdezhetjük ugyanezt novemberben is. Köszönöm kérdését, mert a kérdés ügyvezető igazgató úr felé irányul. Megadom a szót, reagáljon a felvetésre. Köszönöm szépen. Nem azt mondtam, hogy nem vízi munkát a városban, a Rákóczi utcán, azért melekeződött a munka. Nyilvánvaló, hogy ezt figyelembe kell, hogy vegye a Kft. És a Kft. Dolgozói is, hogy a munkát ne akadályozzuk. Hogyha valaki járt a Rákóczi utcán, úgy gondolom, hogy a jelenlői kézzel sokan járnak, hiszen főközlekedési útvonalhoz tartozik, akkor látták és tapasztalták, hogy attól függetlenül, hogy elindul az Zöldváros program, a kollégáinkat is lehetett látni az adott munkaterületen. Ami azt jelenti, hogy valamilyen szinten nekünk alkalmazkodni kellett ez a beruházáshoz, és elég sok feladatot okozott nekünk az, hogy ugye a vállalkozó mellett a vállalkozót nem akadályozza, de mégis valamilyen szinten a város rendjét fenntartva kollégáink azok megfelelő módon tudják rendbe tartani a Rákóczi utcát. Az majd, hogy a későbbiekben ez nekünk mennyi költséget fog jelenteni pluszban, hiszen ezt a szép ősvás területet ezek a cserjágyakkal beültetve az egész területen, ugye úgy gondolom, hogy még nagyobb gondozást fog igényelni. Az elmúlt bizottsági üléseken, amikor mi ezt az előterjesztést benyújtottuk, illetve tájékoztattuk az újonnan felállt képviselő testületet, de úgy gondolom, hogyha visszamegyünk egy évvel ezelőtt, akkor a beszámoló elfogadásakor az akkori képviselőtestület egyöntetűen azt támogatta, hogy abba az irányba próbálta elvinni a véleményi struktúrát, hogy már pedig igen, városüzemeltetőnek mindenféleképpen a kötelező feladatellátással kapcsolatban legyen meg a pontos elszámoltatása, illetve legyen meg a költségekre ráfordítandó összeg átcsoportosítása. Az, hogy az idejében nem volt tél, mondhatjuk így is, attól függetlenül síkosságmentesíteni kellett. Síkosságmentesítő anyagot be kellett szereznünk, ami az elmúlt években teljes egészében útszórósó, amit a közútkezelő, illetve egyéb más városüzemeltető cégek alkalmaznak. Polgármester úrral beszélgetünk erről is, hogy akár más szóróanyag tekintetében környezetkímélés kapcsán ebbe is el lehetne majd mozdulni, akár egy homok összetételbe, amiről mi leálltunk azért, mert probléma is volt az összefagyott homok kiszórásával, illetve magának az intenzitása, amikor itt keményebb telek voltak, akkor bizony-bizony, hogy az jelentette a megoldás, hogy nagyobb mennyiségben szórtuk a sót és a homoknak a síkosságmentesítési tényezője ezáltal nem került előtérbe. De ezen kívül ugye vannak még egyéb más síkosságmentesítése alkalmazandó anyagok.
amelyek természetesen illetve ismerjük a árstruktúráját, hogy ezek még nagyobb árat képviselnek, akár kilónként, akár tonnás árakat megnézzük, hiszen erről folyamatosan tájékozódunk a térbe. Általában, illetve nagyon sok cég megkeres bennünket, hogy milyen új anyagok vannak a piacon. Sajnos gépjárműveink nem alkalmasak arra, hogy oldott anyagot tudjunk kijuttatni a városi közúthálózatra, tehát mindenféleképpen lekorlátozódik a lehetőség a szilárd sikasságmentesítésnek a megoldására. Az elszámolás tekintetében szintén felvetődött az, hogy legyen meg a pontos elszámolás. Ez eddig is megvolt, ezt képviselőkkel egyeztetve a bizottság üléseken iránymutatást adtak arra, hogy minden egység árasítva, illetve norma kidolgozására még jobban pontosítsuk, hogy az elszámolás az minden irányban a bizalmat tudja képviselni, hiszen arra törekszünk, hogy konkrétan csak azokat a nettó költségeket számoljuk el a önkormányzati kötelező feladat ellátás kapcsán, amik a városi munkákhoz kapcsolódnak, úgyhogy akár a zöld teret gondozásánál, és ebben még nagyon sok humanitárius feladat ellátás nincs is benne, amit az intézmények segítésére fordítunk. Én úgy gondolom, hogy a számokkal kapcsolatban teljesen megállják a helyüket. Örülünk is annak, hogy az önkormányzat majd a következő napirendekben úgy dönt, hogy ezt külső szakértő is támasz alá, vagy hozza ki a esetleges olyan dolgot, amelyek még előrébb viszik a közös munkánkat. Én úgy gondolom, polgármesterről is beszéltünk többször erről, hogy mindenféleképpen az alapja az, hogy legyen egy olyan elszámolás, amikor mindenki tudja, hogy mennyi az annyi. Köszönöm szépen. Köszönöm a sokrétű információt. Maradjunk szükebben. Javaslom a előterjesztés tárgyánál követés elengedésére, a támogatás nyújtása témakörnél. Kíván valaki véleményt mondani? Balázs Sándor képviselő véleményt formál, parancsoljon. Én úgy gondolom, és ezt a mai napon már még ott a ülés elején szóval is tettem, hogy az, hogy egy KFT idáig eljusson, és a felügyelő bizottság egyetlen egyszer ne tegyen jelzést a tulajdonos felé, hát én azt mondom, tragédia. Tehát ilyen nem fordulhatna elő, hisz a felügyelőbizottság dolga lenne az, hogy minden azon pillanatban jelzéssel éljen a tulajdonos felé, amit eddig nem tettek soha, vagy nem tettek meg. Ez irányban, mint pénzügyi bizottsági elnök annak idején próbáltam lépéseket tenni, és munkát is adtunk a bizottságnak, de ez nem tartozik ehhez a napirendi ponthoz, úgyhogy ebben nem akarok belemélyedni. De azért mégis elmondanám itt a véleményeknél, hogy kaptunk egy olyan önkormányzati támogatás terhére végzett munkák költségösszesítőjét, ahol például december hónapban park fenntartásra 2.599.994 forintot költött el a KFT egy téli hónapban, és akkor ha megnézzük a januári hónapot, ugyanez a park fenntartás kijött 883.509 forintból, akkor hó volt, most nincs hó, és 2 millióba került ez a tevékenység. Benne azonnal a kérdés, hogy mit lehet ilyenkor parkgondozásra 2 millió forintot fordítani, vagy az mire ment el az a pénz? Mert ha megnézzük ugyancsak a téli hónapot, a februárt, ott ugyanez 1.150.000-be került évelején. Még ezt is el tudom képzelni, a március az 1.276.000. Ezt is el tudom hinni, de azt, hogy mi került novemberbe parkfenntartásba 2.187.000-be, decemberbe 2.599.000-be, októberbe 3.042.000-be, hát ez már meghaladja a fantáziámat, tehát ha erről valaki nekem egyszer beszámolna, hogy hogyan kell parkot rendezni téli hónapokban ennyi pénzből, én elmennék erre a tanfolyamra. Úgy gondolom, hogy a képviselő kérdéseire hamarosan akár választ is kaphatunk. Kérem, hogy akár kérdéseit juttassa el hozzánk, és a
egyik napirendi pontunk kapcsán többek között ezen felvetés is következik. Én viszont úgy gondolom, hogy sok egyéb kérdése, akár ezek közöttük ezekre is választ kell kapnunk. A későbbiek folyamán valamelyik, azt hiszem, a elnapirendőben kapcsán többek között erről is beszélhetünk, és most úgy gondolom, hogy ennek részletére ne is térjünk ki, igazatul az a kérésem. Varga Zoltán elnök úr kíván véleményt mondani, tessék. Csatlakoznék Balázs a képviselőtársamhoz, valóban kérdéseket vett föl, ő is jogosan tette föl. Pénzügyi bizottság és Városfejlesztési Bizottság is felvetette ezt a kérdéskört, és kezdeményezte is, hogy történjen meg ennek a vizsgálata, illetve kérte a Kft-t, hogy készítsen egy olyan tervezetet az együttműködési megállapodásra vonatkozóan, amely egyöntetően és tényszerűen fogalmaz a munkák mennyiségéről és annak ellenértékével kapcsolatban, hogy a későbbiekben ilyen kérdést ne tudjunk fel, ne merüljön fel bennünk, hanem egyértelműen lássuk azt, hogy ennyi munkát végeztek ekkor, és ez alapján történjen az elszámolás. Tehát a kérdés jogos volt képviselő részéről, én is egyetértek vele, de ezt már kimondtuk, hogy ebbe lépünk el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen elnök úr véleményét. Nem látok további vélemény nyilvántársi szándékot. Szavazási helyzet van. Aki a előterjesztésben foglaltakkal és ahhoz kapcsolatban határozati javaslattal kapcsolatban véleményt kíván formálni, legyen kedves, most tegye meg. Tizenkét igen egyhangú állásfoglalás mellett testületünk ennek a kevésbé örömteli ténynek, mármint hogy 21 plusz 4 millió forintos követelésre valami pótámogatásról kellett döntenie, testület ezt támogatta, és így fog történni, mégpedig a említett pótámogatás a 2019 évi maradvány terhére fog megtörténni. A napirendi pont lezárásra került a szavazással. Soron következik 6C napirendi pontunk, amely előterjesztés a 2021. nevelési év óvodai beiratkozási időpontjának meghatározásáról. A előterjesztés szöveges tartalma megítélésem szerint megfelelő, ebből érthető, hogy a határozati javaslatban foglaltak milyen indulók alapján, illetve tények alapján kerültek megfogalmazásra. A köznevelési bizottságunk az előterjesztést tárgyalta, ezzel kapcsolatban kérdezem elnök urat, milyen véleményt formált a parancsnok Ferenc elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az óvodai beiratkozási időpontját bizottságunk megtárgyalta. Annyi kérdést tettünk fel, hogy ez milyen időintervallumban történik a napszakban. Természetesen az az időintervallum olyan, hogy a dolgozók, akik szeretnének gyerekeket óvodába íratni, reggeli órákban is és a késő délutáni órákban is ezt megtehetik. Az időpontok elfogadását bizottságunk a képviselőtestületnek javasolja. Köszönöm szépen. Elnök úr, tehát a bizottság javasolta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki kérdezni a előterjesztés kapcsán? Nem látok ilyen szándékot. Kíván-e valaki véleményt formálni ehhez kapcsolódóan? Nem látok ilyen szándékot. Aki véleményt kíván formálni szavazás formájában az előterjesztésről, legyen kedves, most tegye. Megállapítom a szavazásunk végeredményét egészségére. Megállapítom a szavazás végeredményét. Testületünk 12 igen, nem és tartózkodás nélkül egyhangulag támogatta a határozati javaslatban foglaltakat, tehát az óvodai beiratkozási időpontját a leírtak szerint tűzte ki. Soron következik 6D napirendi,
amely előterjesztés a Kecskés-Gyula városi könyvtár állomány törléséről. A előterjesztés tartalmát illetően a Mérési Központ igazgatója ugyan nincs itt, de úgy gondolom, hogy megfelelő írásos tájékoztatást adott a előterjesztés tartalmán belül. Kapcsolódik határozati javaslat, milyen állomány törlésről dönthetünk. Gondolom, hogy tudom, hogy a közlekedési bizottság tárgyalt az előterjesztést. Kérem elnök urat, legyen kedves tájékoztatni bennünket. Köszönöm a szót, polgármester úr. A könyvtárállomány törléséről bizottságunk döntött, és a képviselőtestületnek támogatásra javasoljuk. Kérdéseink olyan jellegűek voltak, hogy itt milyen könyvekről van szó. Olyan könyvekről van szó, amiknek már a tartalma elavult, tehát már nem igaz, illetve ezek a könyvek sérültek, hiányosak, tehát amely könyv valamilyen formában használható, az pedig felajánlásra kerül általános iskolák számára, akik esetleg a könyvtárban ezt még tudják használni, hasznosítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnök úr, kérdezni kívánne valaki a előterjesztéssel kapcsolatosan? Nem látok ilyen kezdeményezést. Véleményt formálni, javaslatot tenni? Nem látok ilyen kezdeményezést. Aki szavazni kíván az előterjesztés tartalmát illetően, legyen kedves, most tegye meg. Megállapítom a szavazás végeredményét. Testületünk 12 igen, nem is tartózkodás nélkül határozatot hozott a Kecskés-Gyula városi könyvtár állomány törléséről szóló előterjesztés kapcsán. Köszönöm szépen. Haladunk tovább. 6e napirendi pontunk kerül tárgyalásra, amely tájékoztató a közterület felügyelő tevékenységéről. A tájékoztatót összeállította és az előadója Sas Vulcsú Ferenc közterületfelügyelő. Mielőtt szót adnék az előterjesztőnek, kérdezem a Városi Bizottság elnökét, Horváth Ádám urat, bizottságok milyen álláspontra helyezkedett a tájékoztató tartalmát illetően, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a tájékoztatót, és nem támogatja a tájékoztatónak az elfogadását. Az álláspontra helyezkedett. Köszönöm. Értem. Kérdezem az anyag összeállítását végző Sas Vulcsú Ferenc közterületfelügyelő urat, kíván-e a leírtakhoz kapcsolatban szóbeli kiegészítést tenni, amennyiben kíván, akkor legyen kedves megtenni, meghallgatjuk. Nem kívánok külön szóbeli előterjesztést tenni hozzá. A bizottságülést ugye végigkérdezték a bizottságülésen a bizottsági tagok. Akkor konkrétan olyan kérdés, amire én nem adtam választ, nem merült fel. Azt, hogy miért nem fogadják el, ezt velem ugye nem közölték. Tehát, hogyha bárkinek bármilyen problémája van, szakmai jellegű nyilvánvalóan, akkor ezt tegye meg. Én konkrét választ fogok adni mindenre írásban. Értem, köszönöm szépen. Kíván-e valaki kérdezni a előterjesztés kapcsán? Horváth Ádám elnök úr kérdez, tessék. Köszönöm a szót, polgármester úr. Akkor kifejteném egy picit bővebben, hogy a bizottság végül is támogatta ezt a tájékoztatót. Na már most a közterület felügyelőnek a beszámolójában a bizottság tagja inkább arra lettek volna kíváncsiak, hogy számszaki adatokkal alátámasztva milyen eredményeket, tevékenységet végezett a közterületfelügyelő, ehelyett inkább egyfajta munkaköri leírásra hasonlító leírást kaptunk, illetve én magam észrevételeztem, hogy az utolsó szakaszban, amikor a szankcionálásról írt a közterület felügyelő, akkor, hogy is mondjam, tehát ott leírtak megfogalmazásával nem értettem egyet, és ezt tisztást szűk is a közterület felügyelővel, hogy az ott leírtak, azok nem teljesen felelnek meg a valóságnak. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Balázs Sándor képviselő úr jelezte szólási szándékát. Köszönöm. Kérdést szeretnék intézni a közterületfelügyelő úrhoz, hogy két kérdésem lenne, hogy más településeken hány fő látja el ezt a tevékenységet, van-e neki erről információja, illetve azt szeretném megkérdezni így első körben, hogy egész munkaidőben végzi a közterületfelügyelői feladatokat, vagy pedig részmunkaidőbe, tehát kap másfajta utasításokat is, ami nem a közterületfelügyelői munkájához kapcsolható. Köszönöm a kérdéseit, legyen kedves reagálni a felvetésre. Egészen pontosan nem részmunkaidőben, hanem részmunkakörben látom el a közterületfelügyelő feladatokat. Ez nem az én döntésem volt, emellett a beszámolomban foglalt feladatokat végzem még a más községekben más közterületfelügyelő létszámok, annak van, ahol egyáltalán nincs, van, ahol több tíz végzi ezt a feladatot. Itt már évekkel korábban, és a bizottságban is én is említettem, volt szó róla, hogy lesz majd legalább egy vagy két segédfelügyelő. Eddig még lépés nem történt benne. Köszönöm szépen válaszát. Nem látok további kérdezési szándékot. Aki véleményt kíván formálni, legyen kedves, jelezze. És látom, Varga Zoltán elnök úr már jelezte is, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Meg tudom erősíteni elnök urat. Akkor, amikor beszámolt kértünk a közterületfelügyelő munkájáról, nem munkakörülleírás kértünk, hanem arról szerettünk volna egyfajta képet kapni, hogy milyen jellegű intézkedések történtek, milyen számban, abból kifolyólag is, mert érkezett lakossági visszajelzés is, illetve, hogy elhangzott kapcsolt munkakörben végzi a munkáját a közterületfelügyelő úr, és szerette volna a bizottság ezt látni, hogy esetleg miben tudjak segíteni a munkáját, vagy hogyan tud a lakosságnak választani bizonyos kérdésekre. Mivel ez a beszámoló nem arról szólt, ez egy általános munkaköri leírás, hogy mi a közterületfelügyelőnek a jogszabályokban leírt feladatai, a bizottság nem is tudta ezt elfogadni. Jóvalósan támogattam. Köszönöm. És szeretném, hogy a későbbiekben azt a fajta beszámolót kapnánk meg, amit kértünk. Köszönöm. Köszönöm. Balázs Sándor képviselő úr véleményt formál. Köszönöm. Amikor először én is kézbe vettem ezt a beszámolót, megdöbbentem. Hát végül is én is így látom, hogy ez egy munkaköri leírás. Elmondanám, hogy annak bizony nagyon jó. Tehát kíváncsi lennék, hogy rendelkezik el egy mindenki által megszerezhető ugyanilyen, hogy is mondja, munkaköri leírással, amit a munkahelyi vezetője alá is írt. Mert ha nem, akkor már egy kicsit, már most is mondom, hogy rosszul vagyok, de akkor hogy létezik az, hogy az alkalmazott egy komolyabbat tud előállítani, mint a munkáltatója. De biztos megvan, én ezt nem vitatom, majd egyszer betekintünk és megnézzük azt a munkaköri leírást, ami rá vonatkozik. De ha ezt a történetet onnan kezdem el olvasni, mi a tájékoztató a közterületfelügyelő tevékenységéről, tehát nem azt. Tehát nem tudom, mit kértünk. Én nem láttam azt a bizottsági kérést, ami felé irányába ki lett küldve. De ha azt kértük, hogy számoljon be a tevékenységéről, akkor nem akarok szembeszállni senkivel, de én tudomásul veszem, hogy leírta tényleg, hogy mi lenne a tevékenysége. De ha azt írtuk volna, vagy úgy kértük, hogy az elvégzett tevékenységéről, a 2019-es esztendőben, vagy egy meghatározott időszakban, na akkor ez a beszámoló elfogadhatatlan. Tehát én azt kérdezném meg, hogy az elvégzett tevékenységéről kértünk beszámolót, vagy pedig csak a közterületfelügyelő tevékenységéről kértünk, mert lényeges különbség van a kettő között. Jelződött kérdezem, és jelzi, hogy szeretné erre reagálni. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Emlékezetem szerint a közterületfelügyelő tevékenységéről lett egy anyag kérve. Most ezt ki hogy értelmezi? Én azt gondolom, attól függetlenül, hogy a bizottság nem támogatta, hogy ez egy jó anyag, ugyanis így a képviselők és a bizottsági tagok is képet kapnak, hogy mi is az a közterületfelügyelet, és hogy milyen funkciókat kell ellátni, milyen feladatokat. Amit elnök úr mondott, annak semmi akadálya. Tehát lényegében azokat a statisztikai adatokat a következő bizottsági ülésre, azokat össze tudjuk állítani, ami ha itt leírtak alapján kimutatja azt, hogy a tényleges fizikai valóságban ezek a ellátandó dolgok hogy alakulnak. A közterületfelügyelőnek
van munkaköri leírása. Nem ilyen, mert a munkaköri leírásnak is megvannak a szabályai, mit kell tartalmazni és hogy kell kinéznie. És a dolgozónak maga a munkaköre az közérdekű adat, de a munkaköri leírása az már nem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen jegyző úr szakmai kiegészítését. Nem látok további szókérési szándékot. Röviden, hadd szóljak magam is. Én is nagyon fontosnak tartom, hogy közterületeinken megfelelő rend uralkodjon, tisztaság és rend uralkodjon, és természetesen a közterület felügyelet, mint struktúra, illetve aki ellátja a feladatot, elsőrendű feladata talán az, hogy ebben napra készen helytálljon. Én maximálisan nem vagyok megelégedve a jelenlegi állapotainkkal, holott igen gyakran teszünk ezzel kapcsolatosan észrevételeket, megjegyzéseket, illetve jó néhány ilyen utasítást magam is aláírtam, amely a közterületfelügyelő úr irányába történt. Ez nem azt jelenti, hogy ott jelölt konkrét esetekre nem tett intézkedést, hanem azt mondom, hogy magam is nagyon érzékeny vagyok arra, hogy ilyen a közterületünk összességében rendje, tisztasága, és ezzel kapcsolatos mindennemű megállapítás. Persze ez nem feltétlenül a közterületfelügyelő munkáját minősíti, hanem a városlakók ténykedését, tevékenységét esetenként negatív megnyilvánulásait is magában hordozza. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy ezt a területet erősítenünk kell, annak érdekében, hogy a városunkban végeredményként nagyobb rend, tisztaság legyen közterületeinken. A tartalommal kapcsolatban nekem is van hiányérzetem. Köszönöm szépen. Nem látok további szókérési szándékot. Aki a tájékoztatóval kapcsolatosan véleményt kíván formálni, a szavazógomb alkalmazással most tegye, legyen szíves. Megszületett a testület állásfoglása, 2 igen, 8 nem és 2 tartózkodás mellett a tájékoztatóban foglaltakat a testület nem támogatta, nem fogadta el. Ezzel a napirendi pont tárgyalása befejeződött, haladunk tovább, mégpedig 6F napirendi pontunk következik. Előterjesztés a 2020. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről, amely tartalma, úgy gondolom, hogy jól lekövethető. Egy hasonló ügyben tavaly már decemberben állásfoglaltuk a tavaly decemberi igazgatási szünettől. Most úgy ítéltük meg jegyzővel közösen, hogy készül az év elején határozatba foglalni, és így jobban tervezhető az év minden tekintetben. Bizottság nem tárgyalt, ugye? Ugyanúgy nem tárgyalt. Jó. Képviselőtársaimhoz fordulok, kívánne valaki ezzel kapcsolatosan kérdést megfogalmazni? Nem látok ilyen kezdeményezést. Kívánne valaki véleményt formálni? Nem látok ilyen szándékot. Akkor szavazási helyzetben vagyunk. Aki az előterjesztését és a hozzákapcsolódó határozati javaslatot szavazás formájában kívánja véleményezni, akkor legyen kedves, most tegye meg. Időközben Horváth Ádám bizottság elnök úr távozott, 11 képviselő van jelen, és 11 képviselő igennel szavazott, tehát a testületünk a határozati javaslatban foglaltakat a szavazók egyhangulat támogatták. Köszönöm szépen. Haladunk tovább. 6G előterjesztés következik. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságának meghatározásáról. Ugye a polgármester munkáltatója a képviselőtestület, jogszabály írja elő, hogy ilyenkor
évelején a szabadság ütemezéséről döntést kell hozni. Én igyekeztem a polgármester munkával kapcsolatos időbeni ütemezésemet szem előtt tartani, és a éves szabadságkeretemet úgy beosztani, hogy lehető szerint a kevésbé maradjak távol azon időpontokban, amikor polgármesterként feltétlenül szükség van rám. Ennek figyelembevételével egyeztettem jegyző úrral a táblázatba foglalt napokat. Természetesen ezt úgy kell tekinteni, mint ahogy le is vagyon írva. Tervezett igénybevétel, amennyiben bármi körülmény úgy alakul, hogy ezt nem vehetem igénybe, akkor természetesen úgy fogok tenni, mert köszönöm szépen, az élet írja a forgatókönyvet, de természetesen tervezni kell, és igyekeztünk is tervezni. Kívánom valaki kérdezni a leírtakkal kapcsolatosan. Nem látok ilyen szándékot. Kívánja valaki véleményezni azzal kapcsolatban, ami le vagyon írva? Azt sem látom. A szavazási helyzet következik. Aki szavazni kíván a leírtakról, előterjesztésről, tegye meg. Én magam támogatni fogom, mert én tettem kezdeményezést. Ezzel nem kívánja befolyásolni a önök véleményét. Teljesen megzavart, amit alpolgármester urat. Azért jeleztem, de már akkor remélem mindenki gombot nyomott, aki mondtam, hogy én magam támogatom, mert én adtam le a tervezetet. De köszönöm szépen, 12 igen, nem és tartozás nélkül testület támogatja a leírtakat, tervezett szabadságigénybevételi időpontokat, időtartamokat. Köszönöm szépen. Haladunk tovább, és 6H napi rendünk következik, melyben előterjesztés készült a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal, Püspökladány járási hivatal, Püspökladány Kossuth 6 szám alatt épületben található tárolóhelyiség ingyenes használatba adásáról. Hadd tájékoztassam a tisztelt képviselőtestület tagokat, hogy nem feledkeztünk meg semmiről. A múlt hónapban a épphat feladatok átadásával kapcsolatosan a testület már határozott, és ott az átadandó tartalmakról is döntést hoztunk. És úgy emlékszem, hogy úgy tudom, hogy ennek egy része ma került realizálásra, tehát ma történt meg bizonyos átadási részfolyamat. Amikor a testület döntést hozott, azután jelezte dr. Csabai Zsolt hivatalvezető úr, hogy további igényt jelez önkormányzatunk felé, mégpedig egy a leírtak szerinti, ha jól látom, 12,06 négyzetméter nettó alapterületű további helyiséget szeretnének használatba venni, mégpedig ingyenes formában, amelyet a járási hivatal feladata ellátásához igényelne. Az előterjesztés erről szól, az igénybejelentést úgy fogadtuk, hogy a testület majd ebben állást foglal. Kérem, legyenek kedvesek ezzel kapcsolatosan véleményt formálni, akár igen, akár nem formában hozunk döntést, és akkor ezt fogjuk továbbítani a igénybejelentő irányába. Kis Zsigmond képviselő úr, kérdez. Mit szeretnék? Bocsánat, elnézést, kérdés, kíván-e valaki megfogalmazni? Bizottság tárgyalta, elnézést, kérdések előtt, még bizottság vezető úr Varga Zoltán, legyen kedves tájékoztatni a bizottság véleményéről, igen. Köszönöm a szót, polgármester úr, tárgyalta a bizottságunk. A kérdésekre a válaszokat megkaptuk, annyi kérdése volt a bizottságnak, hogy az átadáshoz vegyük figyelembe a Város Üzemeltető Kft.-nek azt a kérdését, mi szerint ez egy technikai helyiség, tehát különböző gépészeti berendezések vannak, hogyha neki szükséges, akkor a bejutást a járási hivatal biztosítsa számukra. Ezzel együtt a bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. Jó, köszönöm szépen.
Balázs képviselő kérdezni kíván. Nekem a kérdésem részben lehet, hogy meg lehet válaszolva, tehát azt kérdezném meg, hogy eddig mire használtuk ezt a tárolóhelyiséget, tehát milyen célt szolgált, illetve hogy miért nem kérünk bérleti díjat, még ha jelképeset is, ha egyszer önkormányzati területet biztosítunk. Igen. Ki van erre reagálni? Jegyző úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy a korábbi két megállapodás, amely a kormányhivatal és a járási hivatal között meg lett kötve, azok mindig ingyenes használatról szóltak, és a kormányhivatal ezekre alapozva kérte az ingyenes használat biztosítását. Mi ezt a 15 négyzetméteres helyiséget ezzel alapján az előterjesztésben ingyenes használatként jelöltük meg. Természetesen, amennyiben más döntés születik, akkor tájékoztatnunk kell a kormányhivatalt, és akkor újra kezdődnek a tárgyalások. Köszönöm. Köszönöm a válaszát. Magam is hasonló válaszat mondani. Köszönöm a jegyző úr ez irányú segítségét. Aki véleményt kíván formálni, legyen kedves jelezze. Kis Zsigmond képviselő úr, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Meg fogom szavazni, mert ugye eddig is támogattuk azt, hogy a kormányhivatal meg a vezetőink ugye megfelelő módon tudják kezelni ezt az ügyet. Csak jelezni szeretném mindenki számára, hogy ezt az ingatlant korábban a Városüzemeltető Kft. Hasznosította, amit ahogy jelezte is képviselőtársam, ami csak 1000 forinttal is számolok, ez havonta 215 ezer forint bevétel, tiszta bevétel kiesés jelent a Kft.-nek, ez körülbelül 2,5 millió forint egy hónapban. Tehát azért, hogyha ilyen dolgokat is figyelembe veszünk, nem érthető mi? Nem érthető. Tehát ezt a bérleti díjat, ha a városüzemeltető, mint korábban ki tudta volna, de ugyanúgy vállalkozóknak, meg korábban vállalkozóknak adtuk ki ezeket az irodákat, akkor ez 2,5 millió forint bevételt jelentene a Városüzemeltető Kft.-nek egy évben. Tehát azért vannak itt olyan dolgok, ami miatt ugye átrendeződnek itt a bevételi oldalak, tehát azért majd, amikor ott megy az ellenőrzés, hogy mi miért van, azért az vegyük figyelembe, hogy vannak azért ilyen anomáliák is, ami a cégen kívüles okok miatt történhetett ez meg, hiszen annak az ingatlan jelentős része, hogy átkerült a kormányhivatalhoz, még ez korábban, ugye az ő kezelésében léve nagyon sok vállalkozásnak adott irodai bérleti lehetőséget, ki is volt szerintem használva teljesen, és csak felhívom a figyelmet mindenkinek erre, hogy azért köszönöm szépen. Köszönöm szépen képviselő jelzését. Egyébként engedje meg, hogy tájékoztassam. Itt jelen pillanatban arról a helyiségről van szó, amely a konferenciateremből nyílik. Ha járt benne, én a múlt héten jártam benne. Ha járt benne, akkor ez irodahelyiség céljára vélemény szerint korlátozottan alkalmas, illetve szerintem nem alkalmas. Ez egy tárolóhelyiség, ott a létesítmény, léttechnikai egyéb berendezési tárgyai olyan elhelyezést kaptak, hogy irodahelyiség céljára szerintem ez alkalmatlan. Ez alkalmas lehet bizonyos anyagok tárolására, átmeneti elhelyezésére, irodahelyiség céljára nem. Ha kezdeményezés van, hogy bérleti díj fejében kellene ezt adnunk, ami egyébként is teljesen összhangban a korábbi megállapodásunk tartalmával, akkor a kedves képviselőtársak tegyék meg észrevételeiket, illetve ezek a csős kezdeményezésüket. Régóta jelentkezik igazgató úr, legyen kedves egy szólni röviden ezzel kapcsolatban. Bizottságülésen elmondtam, hogy a tájékoztatás szeretnék szolgálni, csak hogy amit elmondott Varga képviselő úr is, hogy tulajdonképpen ez egy gépház, ezen kívül még takarítóeszközök voltak itt tárolva, tehát tulajdonképpen azért kértem, hogyha lehetőség van záratékba, tegye már oda a képviselőtestet, hogy a bejutást azt tudják nekünk biztosítani legalább évente kétszer, hiszen a klimatizálás az innen történik a konferenciaterembe, és ezt úgy gondolom, hogy az továbbra is fontos és szükséges. Köszönöm szépen. Köszönöm. Vadász Ferenc alpolgármester úr kért szót. Köszönöm szépen. Ezt nem igazán vágnám a Városüzemeltető Kft. Ügyvezető igazgatójának a fejéhez, hogy ilyen bevétel kieséssel kell számolni. Ugye eddig sem volt alkalmas ez semmiféle iroda helyiségként használni ezt a helyiséget, és ezután sem. Tehát itt nem igazán beszélni bérleti díj kiesésről. Köszönöm szépen.
Varga Zoltán, bizottság elnök úr szól. Tessék. Köszönöm a szót, polgármester úr. Véleményt szeretnék formálni. Igazából, amikor a bizottság tárgyalata figyelembe vette azt, hogy az előző testület hozott egy döntést, amikor is ezt ingyenes használatra átadta a járási hivatalnak. Nyilván ennek a lakosság szempontjából is számos előnye van, hogy nem kell átjárni Hajdúszoboszlóra ügyintézni. Ennek kapcsán nem is merül fel bennünk, hogy ezt a helyiséget ne adjuk ugyanúgy díjmentesen oda, mint ahogy a korábbi döntés alapján a többi helyiség oda lett adva. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kis Zsigmond képviselő úr. Ezen a szót, polgármester, úgy látszik, hogy nem fogalmaztam érthetően. Tehát nem a 12 négyzetméterről beszélek, hanem arról beszélek, hogy összességében most már 215 négyzetmétert adtunk át a kormányhivatalnak. Ezek az ingatlan részek korábban ki voltak adva vállalkozóknak, bérbe. Nem kevés pénzért. Én arról beszélek, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a városi üzemeltető kívülálló okok miatt is csökken az árbevétele, főleg úgy, hogy ennek költségvonzata nem igazán volna, hiszen bérleti díjat adok ki. Van más ingatlan is, ahol ugyanúgy vannak kiadva területek, és nem fizetnek érte bérleti díjat, de én összességében kezelem úgy, mint máskor is mondtam, hogy vannak bevételek, vannak kiadások, és minden egymással összefügg. Hát én arra tettem utalást, hogy igenis, mivel hogy ez az ingatlan nem hasznosítja most jelenleg a város, rajta keresztül a városi üzemeltető Kft., vagy legalábbis jelentős részét, ez évente 2,5 millió forintjába kerül a városnak. Bevétel kiesés oldalról. És nem most arról a kis raktárról beszélek, amihez megint volna mit fűznöm, hogy egyik helyen ugye ingyen tudok raktárat biztosítani, míg a másik saját cégemet nem tudok, az megint egy másik dolog. Én arról beszélek, hogy ez az évente 2,5 millió forint bevétel kiesést jelent. Elfogadom, csak jelzem, mondom, hogy vannak ilyenek. És nem egy 12 négyzetméterről beszélek, hogy most egy raktárat létrehozunk, hanem összességében annak idején, hogy a város ebben belement, hogy átadjuk térítésmentesen a kormányhivatalnak, ezáltal évente lemondtunk 2,5 millió forintról. Ennyi az egész. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen erre, a drága jelző úr, bár hasonló véleményen vagyunk. Számszakilag lehet ebből a szempontból nézni, de a legelső megállapodást 2012 évvégén kötötte meg a képviselőtestület a kormányhivatallal, amikor már az a nagy terület átadásra került, mert az irodahelyiségek is, tehát azóta valóban nincs ez a bevétel, ha ezt nézzük számszaki szempontból, viszont az önkormányzatnak nem volt más választási lehetősége, ugyanis magasabb szintű jogszabály rendelkezett úgy, hogy a kormányhivatalok ingyenes használati jogot kapnak. Igen, köszönöm. Jó, úgy látom összhangban vagyunk, de osztassuk el azt az esetleges kételyt, hogy hasznosítottnánk ilyen összegtervét, de mégsem tesszük. Azért nem tesszük, mert felsőszintű jogszabály ezt számunkra előírta. Igen, Varga Zoltán, elnök úr. Én is csak értem, szerettem volna véleményt formálni, ha jól emlékszem, hogy amikor erről döntés született, ez a testület ezt egy hangúval támogatta. Akkor nem merült az a kérdés, hogy ne adjuk oda, nem is merülhetett föl. Azt gondolom, hogy most ezzel valóban fölmerült az a kérdés, hogy ebből lenne bevétel, de ebben a helyzetben nem erről van szó. És nem is hiszem, hogy számon fogjuk kérni a város üzemeltető Kft-t. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem látok több szókérési szándékot. Azt hiszem, a témakört alaposan kitárgyaltuk. Én azt kérem, hogy a leírtakat támogassák kedves képviselőtársaim. Szavazási helyzet következik. Aki véleményt kíván formálni, gombnyomással tegye meg most. Megállapítom szavazásunk végeredményét. 12 igen, nem is tartozás nélkül egyhangból támogattuk a határozati javaslatban foglaltakat. Folytatjuk munkánkat a 6i napirend tárgyalásával.
a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatására szóló előterjesztés következik. Az előterjesztést előzetesen tárgyalta, illetve tartalommal töltötte fel a Köznevelési, Kulturális Ifjúság és Sportbizottság. Megadom a szót elnök úrnak. Köszönöm szépen, polgármester úr. Az alapítványok által benyújtott támogatási kérelmeket bizottságunk részletesen és soronként megtárgyalta. Ez is egy elég hosszadalmas döntés volt. Ráadásul a bizottsági ülés előtt egy másik napon külön megtárgyaltuk az egészet, tehát a bizottsági ülésre már azért láttuk körvonalazódni a végét a dolognak. Nehézséget jelentett az, hogy a kért támogatás az lényegesen alatta volt a rendelkezésre álló összegnek. Fordítva, tehát több mint duplája volt, vagy inkább háromszorosa volt a kért összeg, ezért nehéz volt a döntés. Láthatunk olyan sort is, ahol 0 forintos összeg szerepel, de az az alapítvány két igényt is benyújtott, és egyeztetés alapján úgy állapodtunk meg, hogy az egyik benyújt kérelmüket támogassuk, a másodikat pedig majd esetleg a másik fél évben, mert itt két fél évről van szó. Ez a támogatás, ez az első fél évben volt adható, az alapítványok pályázhatnak még egyszer, majd a második fél évben is. A bizottságunk a táblázatban felsorolt összegeket javasolja a bizottságnak, vagy a testületnek elfogadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kívánok egy kérdezni. Véleményt mondani. Ahogy az anyagban is olvashatjuk, a döntési joga önkormányzatunk képviselőtestületéjé. Ha van kezdeményezés, vagy lett volna kezdeményezés, más döntés is hozhatunk volna. Ezzel együtt én azt javaslom, hogy támogassuk a szakbizottság javaslatát, illetve itt leírtakat. Szavazási helyzetben vagyunk. Aki szavazni kíván, most tegye meg. Megállapítom szavazásunk végeredményét. Testületünk egyhangulag 12 igen mellett támogatta a határozati javaslatot, a foglalatokat. Köszönöm a bizottság munkáját az előkészítő folyamat során. Soron következik a hat J-vel jelzett előterjesztésünk, amely előterjesztés adósságot keletkező ügyletekről, amely a korábbiakban már más tekintetben érintésre került, de külön előterjesztés kell, hogy készüljön, illetve határozatot kell, hogy hozzon a testület a leírtak szerint. Úgy gondolom, hogy a itteni táblázat, illetve leírás a korábban már említettekhez kapcsolatban további új információt talán nem igazán tartalmaz, de ezzel együtt, hogyha kérdés merül fel, illetve vélemény, akkor természetesen igyekszünk erre szakmai választ adni. Tehát megnyitom a kérdés lehetőségét. Balázs Sándor képviselő úr kérdez. Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e már bármelyik pályázatunkkal kapcsolatban bíráló bizottsági döntést, tehát születette már, ami ezt valamilyen formában elfogadta volna, illetve szeretném, hogyha van egy olyan táblázat, hogy a projektben eddig kifizetett összegek szerepelnek, én személyesen szeretném kérni, és ezt lehetőleg írásban, egy olyan részletes kimutatást, hogy ezek az összegek ezeknél a pályázatoknál hogyan jöttek össze. Tehát mire költöttük a pénzt, és tételesen, ha lehet, minden egyes pályázatnál. És ezt kihangsúlyozom, ez a második kérdés, ezt írásban szeretném, ha megválaszolnátok egy részletesebb táblázattal, amiből kiderül, hogy például projektmenedzser mennyit szeret föl, milyen gyakorisággal, tehát így tételesen lemondva. Köszönöm. Igen.
Pandur Erika elnézést készítő irodavezető asszony reagál a kérdésre. Parancsoljon! Tehát bírálóbizottsági döntések még nincsenek. Ahogy elmondtam, a kerékpárúttal kapcsolatban megérkeztek az árajánlatok, de ennek a hiánypótlása még zajlik, tehát bírálóbizottsági döntés nincs. Illetve egyébként az óvoda pályázat esetében, amiből kiindultunk, az a még a tavaly évben lefolytatott közbeszerzésnél a legjobb adott árajánlat volt. Igen, a Zöldváros esetében is a tavaly lefolytatott közbeszerzési eljárás legjobb árajánlata került feltüntetésre. Az egészségügyi Kft-nél ugye a támogatási szerződésben szereplő kivitelezési összegben elvileg belefér még most is ez a kivitelezés, tehát ott azzal számoltunk. A leromlott városrésznél pedig az előzetesen megmutatott árajánlatok és a költségvetések alapján került be ez a várható összeg. Tehát minden esetben a rendelkezésre álló adatokat vettük figyelemben, valamint ugye, hogy mennyi a támogatási szerződésben ezekre a támogatás. Pályázatonként mennyi többlet támogatási igényel élhet úgymond az önkormányzat, és a maradék összeg került megjelölésre hitel felvételi összegként. A részletes kimutatás pedig a már kifizetett összegekről semmi akadálya, tehát ebbe írásos választ fogunk adni. Jó. Köszönöm szépen, és így gondolom, hogy égen semmi akadálya, hogy további pontásban, további részletekben tájékoztatáson képviselő írásban fogja megkapni erre vonatkozó választ. Jó. Bizottságok közül tárgyalt a pénzügyi bizottság a előterjesztést. Kérdezem, most én kérdezek elnök úrtól, milyen álláspontra helyezkedett a bizottsága? Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Igen, tárgyalta a bizottságunk, és elfogadásra javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy kapjuk meg a projektekre vonatkozóan az eddig felhasznált vagy kifizetett összegekre vonatkozóan az információkat, amit a testületi ülés előtt meg is kaptunk. A bizottság elfogadásra javasolta ezzel együtt. Jó, köszönöm szépen. Balázs Sándor képviselő úr, újabb kérdés vagy élelés? Újabb kérdés ezzel kapcsolatban. Tehát igen? Én kérném, vagy kérdezném, hogy egy időbeli korlátot adjunk már ennek a válasznak, hogy mikor fogom megkapni. Tehát 15 nap, 30 nap. Tehát szeretném, hogyha korlátozó lenne, mert úgy lehet valami számon kérni, ha van egy korlátja. Ha nincs korlátja, akkor... Első felvetési 15 nap megfelelő? Teljes mértékben. Köszönöm szépen. Teljesíthető? Minden további nélkül, mert mondtad, hogy van rövidebb betűs, de a 15-et jelöltem, akkor legyen 15 nap. Kérem, hogy 15 napon belül írásos választ kapjon képviselő úr. Bízom benne, meg is fogja kapni, illetve figyelmet kísérem a folyamatot. Köszönöm szépen. Kíván-e valaki véleményt formálni az előterjesztés kapcsán? Varga Zoltán bizottsági elnök úr, parancsoljon véleményezni. Balázs Sándor úr kérdésére csatlakozva szeretném kérni, hogyha a pénzügyi bizottság is megkapná ezt a kimutatást képviselő időben. Úgy ítélem meg, égen nem semmi akadálya. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság bármikor kérhet információt. Lehet, hogy nem azonnal, de időben belül megkapja. Ha 15 napon belül kívánják, akkor 15 napon belül fogják megkapni a említett kimutatást. Horváth Ádám bizottsági elnök úr, kíván véleményt mondani, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Itt a mai nap kapott kiegészítő kimutatásból kiderült, hogy az eddig projektben kifizetett összegek közül mi az, ami a támogatás, és mi az, ami a saját forrás terhére történt meg. Ugye a számokból egyértelműen kitűnik, hogy a Zöldváros és a kerékpárút fejlesztése pályázatokból visszalépni nem érdemes, mert az egyfajta pénzügyi katasztrófához vezetne. Viszont a másik három pályázatban az eddig kifizetett összegek viszonylag alacsonyabbak. Tehát tulajdonképpen, ha a támogatást egyre kifizetett összegeken belül összeadjuk a 12 milliót, 5 milliót és 8 millió forintot, az egy cirka 26 millió forint. Tehát ha valamilyen oknál fogva ezek a pályázatok
azok nem valósulnának meg. Jól értem-e akkor, hogy ezt a 26 millió forintot kellene nekünk visszafizetni? Úgy gondolom, hogy azért is jó, hogy létrehoztuk ezt a nagyobb összegű 48 millió forintos fejlesztési tartalék alapot, mert akkor például az erre fedezetet tudna nyújtani. Köszönöm szépen. Köszönöm kérdését. Irodavezető asszony, legyen kedves válaszolni. Végül is a bizottsági elnök úr összefoglalta megfelelően. Tehát, kérdés fogalmazott meg, és akkor elvágyadni, azt kértem. Tehát igen, ahogy a megbontást is kérték, tehát a már kifizetett összegek megbontása kerültek támogatási saját forrásra. A három projekt esetében megközelítőleg 25 millió forint az, amit vissza kellene fizetnie az önkormányzatnak, vagy pedig, ha még nem hívtuk le, mert most tételesen nem tudom megmondani, ebből mennyi van már lehívva, akkor ugye azt nem hívhatnánk le a későbbiekben sem. De magyarul 25 millió forint negatív irányú mozgás lenne az önkormányzatnál. Ezzel együtt szeretném hangsúlyozni, hogy nem ez a szándékunk. Igyekszünk lehetőségeink mérlegelésével a lehető legtöbb projektben eredményt produkálni, de igen, vélelmezve ezt a helyzetet, igen, erről van szó. Én is így ítéltem meg, amikor ezt a táblázatot láttam. Kívánne valaki előfizetéshez kapcsolatban további véleményt formálni? Balázs Sándor képviselő véleményhez. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nagyon ritkán szoktam egyetérteni Horváth Ádám képviselő úrral, de most azt kell mondjam, hogy teljes mértékben, egyetértek. Én is azt gondolom, hogy ebben a táblázatban vannak olyan tételek, amin el kell gondolkoznunk, hogy tesszük vagy nem tesszük. Mind a mellett én is azt gondolom, városunk fejlődése az első, de azért azt is vegyük figyelembe, hogy vannak bizonyos korlátok, amiknek meg kell felelni. Tehát egyetértek képviselő úrnak a hozzászólásával, és támogatom az ő elképzelését, ha ez így alakul. Köszönöm szépen. Folytatva a szóhasználatot, én bízom benne, hogy nem egyedi eset az, amikor képviselővel egyetértek. Egyetértek magam is, hogy amit elmondott, illetve magam elmondtam, elnök úr elmondott, gondolom, hogy hasonló tartalmú megállapításokat tettünk. Amennyiben további véleményre nem várható, hogy sor kerül, akkor kérem, hogy szavazóngó megnyomásával nyilvánítsunk véleményt az előfizetésben foglaltakkal kapcsolatban. Tessék? Bocsánat, nem tudom követni, mi történt? Valamit rosszul? Nem módosítvány. Jó, nem volt módosítvány, akkor újrakezdem. Újrakezdem, tehát aki a módosítvány nem érkezett, ha jól értelmezem. Jó. Akkor aki az előterjesztéssel kapcsolatosan véleményt kíván formálni a szavazógomb megnyomásával, most tegye meg. Megszületett a testület szavazások eredménye. 11 igen és 1 tartózkodás mellett testületünk támogatta a határozati javaslatban foglaltakat. Köszönöm, ezzel a napirend tárgyalása befejeződött. Soron következik a 6K elfogadott napirendi pontunk, mely előterjesztés a 2020-as év Karacs Ferenc emlékévnek nyilvánításáról. Az előterjesztésben részletesen leírt szakmai indoklás van annak indokoltságáról, illetve az előterjesztés határozati javaslattal zárul, amely ezt az évet Karacs Ferenc emlékévnek nyilvánítja. Úgy emlékszem, de inkább kérdezek, mert többször pontatlan lehettem. Bizottság nem tárgyalta ezt az előterjesztést. Kíván-e valaki kérdezni a leírtakkal kapcsolatban? Nem látok ilyen kezdeményezést. Kíván-e valaki véleményezni, ezzel kapcsolatosan véleményt formálni
ezzel kapcsolatban. Nem látok ilyen kezdeményezést. Szavazási helyzetben vagyunk, aki szavazni kíván erről, most tegye legyen kedves. Megszületett testületünk határozata, 12 igen, egyhangú állásfoglalásunk mellett megállapítom, hogy testületünk a 2020-as évet Karacs Ferenc emlékévnek nyilvánította. Soron következik a 6L napirendi pontunk, előterjesztés gazdasági társaság átvilágításáról, amely már a nap folyamán azt hiszem többször bizonyos részletekben érintésre került. Arról szól a történet, hogy a 2012. évben a városüzemeltető és gyógyfürdő Kft-nk gazdasági eredménye negatív eredménye zárult ahhoz, hogy ez ne legyen negatív követelésünkről kell lemondanunk, illetve pót támogatást kell nyújtanunk 21 és 4 millió forint összegben. Úgy ítéltem meg, illetve a munkatársaim is támogattak ebben, hogy mindenképpen objektív képet kell kapnunk arról, hogy mi vezetett ez az eredményhez, pontosabban eredmény elmaradáshoz. Ezzel kapcsolatosan az a kezdeményezés, hogy külső megfelelő szakmai referenciával bíró szervezet bevonásával történjen átfelállítása 2019-es évre vonatkozóan, illetve a szükséges akkor egyéb dokumentumok is kerüljenek vizsgálatra arra vonatkozóan, hogy választ kapjunk a 19-es év eredményei kapcsán, illetve a negatív eredmény kapcsán. Ez ki fog terjedni a működés szabályozottságának vizsgálatára, a tevékenységek elkülönített vizsgálatára, illetve hatékonyság vizsgálatára. Ahogy korábban ez említésre került, talán Vadász alpolgármester úr is tett említést, illetve Varga Lajos ügyvezető igazgató úr is tett említést. Erről többször tárgyaltunk a elmúlt hónapokban, mármint hogy milyen problémák merültek fel, illetve olyan jellegű felvetésekkel élt ügyvezető igazgató úr is, hogy jó lenne tiszta képet látni a veszteségek okairól. Feltételezem, hogy ő lát, tud. Ennek tartalma részleteiről mi igazán tiszta képet nem látunk, de nem utasított el azt a kezdeményezésünket, hogy történjen egy külső átfelállítás. Egyébként nemrég fejeződött be a 2018-as év belső ellenőrzése, terjedelmes anyagkerült összeállítása. Úgy gondolom, hogy az is sok-sok érdekes megállapítást, esetleges tanulságot mutat, de igazán itt most a 2019-es év eredményét, illetve negatív eredményét kellett alapul venni, amikor erről az átfelállításról kezdeményezést tettem, illetve ha testület támogatja, akkor az átfelállítás meg fog történni. Kíván-e valaki kérdezni az előterjesztés tartalmával kapcsolatban? Balázs Sándor képviselő kérdez. A szót polgármester úr, bocsánat. Ki fogja végezni ezt a tevékenységet? Tehát van-e már konkrétan valaki képbe? Lesz-e kiírt közbeszerzés? És ki és mi alapján állapította meg ezt a díjat? Tehát milyen elvek alapján született ez az 1 millió forint plusz áfás díj? Ezt szeretném tudni, hogy... Jó. Hamarosan reagálunk rá, viszont azt a hibát megint elkövettem, hogy a bizottsági véleményt nem kértem ki. Bizottsági véleményét megformálására kérem elnök urat, aztán a kérdésre választanunk. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Bizottságunk tárgyalta, de azt hiszem, hogy december óta nem csak mi, hanem a Városfejlesztési Bizottság ülésein is rendszeresen foglalkoztunk ezzel a kérdéskörrel, hogy hogyan tudjuk stabilizálni a Városüzemeltető Kft-nek a működését és a finanszírozását, és több alkalommal egyeztettünk igazgatóról is, akkor jelen volt a bizottsági üléseken,
és igazából a bizottság nem, nincs abban az információ birtokában, hogy saját maga meg tudja ítélni, hogy a Kft.-nek a likviditási problémája az mire vezethető vissza, ezért egyöntetűen kérés fogalmaztam meg polgármester úr fele, hogy ezzel kapcsolatban tegyünk meg lépéseket, keressünk olyan szakembert, aki ezt át tudja tekinteni, és a bizottságnak tud adni egy véleményt, egy javaslatot, amelyben, amely alapján majd a testület felé, illetve majd maga a testület is tud dönteni abban, hogy milyen lépéseket kell tennünk. A bizottság egyébként támogatta az előterjesztést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy megint elmulasztottam időben a bizottsági álláspontot kifejteni, hogy engedj, lehetőséget adtam volna a kifejtésre. Tehát Balázs képviselő úr kérdésére válaszolva, a átvilágító szervezet kiválasztása még nem történt meg, de hamarosan meg fog történni. Erről most nem kívánok tájékoztatást adni. A megjelölt összeg, ez a vizsgálati díj 1 millió forint plusz áfa, segítséget kérek hírelőzető asszonytól, úgy tudom, hogy nem közbeszerzés köteles léptékű összeg, tehát emlékezetem szerint ezzel kapcsolatosan közbeszerzési eljárást nem folytattunk. Kérek segítséget. Nem, tehát biztos, hogy nem közbeszerzés köteles, hiszen a szolgáltatás esetében az 15 millió forintnál kezdődne nettóba. Viszont a beszerzési szabályzatunk alapján pedig 1 millió forint felett kell három ára ajánlatos beszerzést lefolytatni, tehát ez pont a határon mozog. Egyébként próbáltuk belőni ezt az összeget, figyelembe véve, hogy mennyibe kerülnek az ilyen átvilágítások. Ez egy Kft.-re vonatkozik, egy teljes körű átvilágításnak. Nagyjából itt lőttük be az összegét. Egyébként volt már ilyen ellenőrzés még 2012 körül, akkor a vízzel kapcsolatban a városüzemeltetőnél, és az is több mint 600 ezer forint volt akkor, tehát 8 évvel ezelőtt. Tehát ez az 1 millió forintos összeg, ez körülbelül a várható díj. És egyébként ennek a fedezete rendelkezésre áll a költségvetésben, mert a hármas mellékletben a szakértői soron mindig is terveztünk tartalékot bizonyos vizsgálatokra, és ez az összeg ott rendelkezésre áll. Köszönöm. Köszönöm szépen. Véleményt kívánne valaki megfogalmazni? Balázs Sándor képviselő vélemény, ezt parancsoljon. Köszönöm. Én úgy érzem, hogy ez az 1 millió forintos megállapítás nem a véletlen műve volt. Tudatos emberi cselekmény áll a háttérben. Tudatosan van biztos egy olyan valaki, aki ezt a vizsgálatot el fogja végezni. Én a vizsgálatnak a komolyságát kezdem egy kis kétségbe vonni, hiszen ha mi pontosan kihegyezzük azt, hogy még véletlenül se lehessen közbeszereztetni, még véletlenül se kapjunk egy olcsóbb ajánlatot, akkor én úgy érzem, hogy nekem ez a történet egyik lába nagyon sántít, és én személy szerint ezt ebben a formában nem tudom elfogadni. De hogy tovább menjek ebbe a történetbe, mi többször jeleztük, hogy a temetőnek nincs pénzügyi szabályzata, ami jelen pillanatban több településen kötelezően elő van írva. Nem tudom, hogy törvényileg kötelezője vagy sem, de ha többi településre kötelező, hogy legyen ilyen, vélhetőleg nekünk is kötelező lenne. Ha megtörténik az átvilágítás, akkor mint tulajdonosi mulasztások is könnyedén előkerülhetnek. Ez egyértelmű és ide kapcsolható. És én itt látom azt a nagyon fontos szerepet, hogy én nyugodtabb lettem volna, hogyha ez egy közbeszerzési eljárás során a legolcsóbb ajánlatot adó kiválasztásával történt volna meg, nem pedig valakinek, hogy is mondjam, finoman fogalmazok, beszervezése ebben a munkafolyamatban, hogy végezze. Köszönöm. Bízom benne, hogy nem rossz reflexek mondott a képviselő azokat, amiket mondott. Én úgy gondolom, hogy semmilyen rossz és hátsó szándék nincs ebben a előterjesztésben, illetve a folyamatban, és bízom benne, hogy ezen átvétel eredménye meg fogja cáfolni a mostani két egyik képviselő úrnak, de megadom a szót
irodezett asszonynak. Csak annyit szeretnék, hogy tisztázzuk, tehát ez az összeg biztos, hogy nem közbeszerzés köteles, tehát az 15 millió forint felett lenne. Beszerzési eljárás lehetne rá, három árajánlat. Én nem mondtam, hogy nem lesz. Azt mondtam, hogy a 1 millió forint egyébként pont a határ, de mint ahogy polgármester úr is mondta, és ezt én is tudom tanúsítani, még kötelezettségvállalás nem történt, tehát még nincs úgymond megállapodás senkivel sem. Ennyit szerettem volna. Köszönöm. Éppen ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatására kérem a testület feladatmódását. Kis Zsimond képviselő úr véleménye. Köszönöm a szót, polgármester úr, teljesen egyet tudok érteni előttem szólt képviselőtársammal. Felettébb aggályos ez az előterjesztés, amit van előttünk. Ez mind azt feltétlenül, hogy kijelenti, hogy vannak szerepelnek itt az adatok, hogy mintha már valakivel megtörtént volna a megállapodás, és kísérletésen hasonlít a határozati javaslat a Dombi Imréné időszakára vonatkozóan. Megadjuk a lehetőséget a polgármesternek, hogy eljön az ügybe, és onnan kezdve semmit nem látunk. Amikor itt lejöttünk első alkalommal, arról beszéltünk, hogy itt közösen döntünk mindenben, és én is sokkal célszerűbbnek tartanám azt, hogyha még ha a szabályzat így is szól, hogy 1 millió forintig nem kell közbeszereztetni, hogyha mégis lefolytatnák ezt az eljárást, legyen három egymástól teljesen függetlenül, nem is azon környezetből való ajánlat, ahol ne legyen már pont 1 millió forint, mert mi van, 1 millió 100 ezer forintért vállalja el. Megint előre hozzuk. Tehát én sem fogom ilyen formában. Amúgy támogatom, vagy támogatnám ezt az előterjesztést, de ebben a formában sajnos tartózkodni fog. Köszönöm szépen. Értem, köszönöm a véleményét. Balázs képviselő úr, véleményt formál ismét. Második körös véleményemben elmondanám, hogy ez, ami nálam kialakult, ezek a reflexek sajnos nem születésemtől fogva jöttek velem, hanem az elmúlt 5 év tapasztalata ennél az asztalnál, hogy itt csak az az igaz, ami le van írva, de sok esetben még az se. Tehát, ha ebből indulok ki, hát igenis van bennem negatív reflex, nem is kevés. Illetve azt is úgy gondolom, hogy mivel hogy a mi intézményünk, mondom azt, hogy miénk, mert a képviselőtestület felügyeli a KFT munkásságát, tehát én is tulajdonosnak érzem ebben magamat. És én, mint tulajdonos úgy gondolom, hogy nekem nem mindegy, hogy kivégzi az átvilágítást. Na már, ha nekem nem mindegy, hogy kivégzi az átvilágítást, akkor én szeretnék abba döntést hozni, hogy ezt a folyamatot kivégezze ennél a KFT-nél, úgy, mint tulajdonos. Lehet, hogy a többi képviselőtársam nem akar ezzel a jogával élni, én elfogadom mindenkitől, de én úgy gondolom, hogy ha a szakértői díjból fizetjük ki és egy konkrét személynek, akkor abban nekem, mint tulajdonosnak nincs beleszólásom. Tehát én mindenféleképpen szeretném az átvilágítás elkezdése előtt egy képviselői döntés szülessen arról, hogy ki fogja az átvilágítást elvégezni ennél az intézménynél. Közben konzultál a jegyzőra, hogy ő feltétlenül szükséges újra visszahozni mondjuk egy hónap múlva ezt képviselőtestület döntésre. Én azt szeretném, hogyha itt a átfelejtás mi hamarabb megkezdődne és mi hamarabb be is fejeződhetne, megfelelő szakmai tartalommal, és tehát azt szeretném, hogyha mi hamarabb megkezdődhetne és be is fejeződhetne megfelelő szakmai tartalommal, és minden részletről fog tájékoztatást fogunk adni. Nincsenek titkaink, nekem nincsenek titkom, egyről nincs kiválasztva a átvezetés végző személy vagy szervezet. Én nem látok ebben semmi bizonytalanságot. Természetesen azt szeretnénk, hogyha a cégünkről olyan információt kapnánk, amely a hosszú távú kiegyensúlyozott és eredményes hatékony működést megelőzhetné, illetve ahhoz a kapcsolatosan hasznos információkat szolgáltasson számunkra. Kérem a képviselőtársaim véleményét az a kapcsolatosan, hogy milyen kiegészítő információt adjak még, vagy ha ebben a formában fogadják el, akkor megindul az átfelejtás. Varga Zoltán, képviselő úr, bizottsági elnök úr, véleményez. Köszönöm a szót, polgármester úr. Mint ahogy első körben elmondtam, ugye több alkalommal tárgyalt a pénzügyi ügyrendi bizottság és a városfejlesztési bizottság is ezt átvizsgálást, illetve magának a folyamatnak a kérdését, és ahogy mondtam, azt kértük polgármester úrtól, vagy abban az irányban mutattunk, hogy történjen egy átvizsgálás, és az a vizsgálati eredmény kerüljön vissza a bizottságokhoz, és kerüljön vissza a
a képviselőtestület elé, hogy, aki, hogy ott mondhassunk majd aztán véleményt arról, hogy milyen irányban kell tovább lépnünk. Én azt gondolom, hogy polgármester úr kellő körültekintéssel fog eljárni abban a tekintetben, hogy ez a vizsgálat olyan hatékony legyen, hogy az a munkánkat előre vigye. Én ebben a formában támogatom az előterjesztést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kizsigmond képviselő úr, véleményez. Köszönöm azt a polgármester, hogy csak ez a határozati javaslathoz. Mondom, még aggályom fenn vannak, és ennek a elhessenkés érdekében én módosító indítványt szeretnék tenni. Igen, tegyenek. Amely arról szólna, hogy mégis egy közbeszerzési eljárás keretében szülessen meg ez a döntés, és a testületünk akár rendkívül testületi ülésen hozzon róla majd döntést. Köszönöm szépen. Jó. Módosítvány érkezett a határozati javaslathoz kapcsolódóan. Kívánom még más véleményt formálni az ügyben. Vadász Ferenc, alpolgármester úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Hát valóban erről már többször beszéltünk. Képviselőtársaimmal úgy vélelmezzük, néhány képviselőtársammal együtt, hogy tehát valami nincs rendjén a Kft-nél, akár a gazdálkodás tekintve, akár a működésben láthatóak bizonyos anomáliák, és a tulajdonos önkormányzatnak kutya kötelessége segítséget nyújtani a saját Kft-jének. Tehát látható, hogy évek óta egyre nehezebben jön ki abból a finanszírozásból, vagy abból a támogatásból, amit az önkormányzat a feladatok ellátásához nyújt, és határozott véleményem szerint ennek a vizsgálatnak egy ilyen hatékonysági vizsgálatnak kell lennie, ami feltárhatja azokat a hiányosságokat, vagy iránymutatást tud adni, hogy mégis hol vannak azok a pontok a gazdasági társaság működésében, ahol valamit másképpen kellene csinálni. Hát én bízom abban, hogy megtaláljuk azt a céget, aki ebben gyakorlattal rendelkezik, és hatható segítséget tud nyújtani. És bízom abban, hogy tehát ha az elmúlt időszakban is voltak ilyen vizsgálódó, meg kutató cégek, akik szétnéztek itt az önkormányzat házatáján, és bízom abban, hogy ennek a vizsgálatnak jobban megbízhatóbbnak kell lennie, mint és valósabb képet fog tükrözni, mint például a választások alatt a közvéleménykutatás, ami megmosolyogtatta az embereket itt Püspökladányban. Tehát bízom benne, hogy ez tényleg valós képet fog mutatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen véleményét. Nem látok további szókérési szándékot. A határozati javaslathoz Kizsigmond képviselőtársam tulajdonképpen nem magát a átfeljelentés tartalmát érintő, hanem a lebonyolítás módját érintően tett módosító javaslatot. A módosítási indítvány arról szólt, hogy maga átirányításról, annak konkrét lebonyolításáról, hogy közbeszerzési eljárás keretében szülessen döntés. Jól foglalom össze a kezdeményezését, képviselő úr? Igen, hát azt szeretném, hogyha döntenénk arról, hogy a lebonyolítás rendje arról szól, hogy közbeszerzési eljárás keretében, hát legalább három olyan céget keresnénk meg, vagy aki ezre alkalmas, aki ajánlatot tenni, és akkor nyilván nem biztos, hogy az 1 millió forintról szól a dolog, hanem egyszer megtakarításunk lesz, másik pedig akkor annak a lehetőségét esetleg kizárjuk, hogy már eleve azzal menjen az egyeztetés, hogy milyen irányba menjen ez az ellenőrzés vagy átvilágítás. Én ennek a dolgát szeretném elkerülni. Nyilván, ha egyedül maradok ebbe a dologba, de annak is van egy üzenete. Köszönöm szépen, szavazásra teszem a képviselő úr. Igen. Elnézést kérek, köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Annyi pontosítást tegyünk már ehhez a határozati javaslathoz, hogy beszerzési eljárás keretében, tehát ne keverjük össze, hogy közbeszerzés, a kolléganőr is mondta, hogy van beszerzési szabályzatunk, hogy igen. Annak keretében. Igen, ez a köz szó, az maradjon már, ne. Én magam is furcsálottam egy kicsit. Tehát beszerzési eljárás keretében történjen a átfelelítő szervezet vagy cég kiválasztása, ez a kezdeményezés. Tárgya így, szavazásra bocsáthatom, képviselő úr?
így bocsátom szavazásra a módosítani indítványt, aki a módosítani indítvány tartalmát támogatja, legyen kedves most jelezni. Módosítani indítvány 2, igen, 7, nem és 3 tartózkodó szavazatot kapott. Megállapítom, hogy a módosítani indítvány ebben a formában nem kapott többségi támogatást. Szavazásra teszem az eredeti formában megfogalmazott határozati javaslatot. Aki az eredeti verziót támogatja, legyen kedves most szavazni. Szavazás végeredménye 10 igen, 2 nem támogatás mellett az eredeti határozati javaslatban foglaltak szerint a gazdasági társaság gazdálkodása, átfejlesztése fog kerülni, és felhatalmazza a polgármestert a megjelölt keretösszegen belül szerződés megkötésére. Köszönöm szépen ezzel kapcsolatos észrevételeiket. A napirend tárgyalását lezártnak tekintem. Soron következik a újonnan felvett napirendek közül az első előterjesztés. Üszpökladány 0703/190 előszámú ingatlan részbeni betületbe vonásáról, amely leírja a kezdeményezés tartalmi elemeit, illetve határozati javaslat is csatolásra került. Most jobban figyelek, ezzel kapcsolatosan bizottságunk állásfoglalt, mégpedig a Városfejlesztési Bizottságunk tárgyalta ezt a bizonyos előterjesztést. Kérdezem Horváth Ádám elnök urat, milyen álláspontra helyezkedtek? Köszönöm a szót, polgármester úr. Igen, a Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Lényegében a belterületi határvonal módosításával azt döntjük el, hogy a kérelmezőnek támogatjuk-e a fejlesztési elképzeléseit, vagy pedig nem. A bizottság pedig támogatta, úgyhogy elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kívánom valaki kérdezni a leírtakhoz kapcsolatban. Nem látok ilyen kezdeményezést. Kívánja valaki véleményezni a leírtakat, illetve a határozati javaslatot? Nem látok ilyen kezdeményezést. Szavazás helyzetben vagyunk. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal kapcsolatban állást kíván foglalni, legyen kedves, most tegye meg. Megszületett a szavazás eredménye. Képviselőtestületünk 12 igen, nem is tartózkodás nélkül egyhangulat támogatta a leírtakat, amelyben a bizonyos belterületi határvonal módosításáról döntött. Ezzel támogatja a kezdeményező törekvéseit céljai megvalósításában. Köszönöm szépen ezügyben tett erőfeszítéseiket. Következik a ma reggel bodlogosan felvett 6 O-val jelölt napirendi pontunk, amely előterjesztés a Püspökladány város önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról. Az előterjesztésben foglaltak indoklása a szöveges magyarázatban megtörtént, illetve kapcsolódik hozzá egy terjedelmes a közbeszerzési szabályzatokat tartalmazó kiegészítés. Igen. Kérdezem a szakmai bizottságot, milyen álláspontra helyezkedett tegnap délután ezzel kapcsolatosan. Horváth Ádám elnök úr, legyen kedves ebben tájékoztatni bennünket. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az előterjesztést, illetve annak határozati javaslatát a bizottság elfogadásra javasolja. Köszönöm. Jó. Kábetű lemaradt itt az elején, de odaértjük.
Jó, bizottság támogatja a leírtakat. Képviselőtársaimhoz fordulok, kíván-e valaki kérdezni? Kíván-e valaki véleményt mondani a leírtakkal kapcsolatosan? Nem látok ilyen kezdeni, ez egy kis Zsigmond képviselő úr véleményezi a leírtakat, parancsoljon. Szépen, igazából nem akartam hozzászólni, mert van egy költői kérdésem megint, hogy mit szól ez Budapest, hogy Budapest lenne itt az egész országnak a régió központja is. Nem ezt veszük még el? Akkor szabályzat. Bocsánat, én majd tekerezni a rizsit. Nem találom, de nem az van. Köszönöm, szabályzatról beszélünk. Tehát 6 ó napirendi pont van előttünk, Kösömmel város önkormányzati közösségi szabályzatok módosításáról beszélünk. Aki ezzel kapcsolatosan véleményt kíván, hogy kérem figyelni, megértem, én magam is korán kezdtem a napot, 9 órát itt vagyunk, biztos, hogy fáradt mindenki, én is több apró figyelmetlenségről tettem tanúbizonyságot, nem időben kértem a bizottsági elnökök véleményét, de térjünk már vissza oda, hogy közösségi szabályzat módosításáról tárgyalunk, aki véleményt kíván formálni tegye, legyen kedves. Balázs Sándor képviselő teszi. Ezt teszem, és átvitt értelemben. Én személyesen arra kérem a képviselőtestületet és polgármester urat, hogy ezen testületi üléseken egy kicsit azért gyakoribb szüneteket tartsunk, bár megmondom, egész jól bírom, tehát ezzel nincs probléma, de egy bizonyos idő után az ember cukorszintje, a koncentrációja alá fog esni, és nem tudod odafigyelni. Tehát ha most az a dolog lényeg, hogy áttolni mindenki, minél hamarabb mindent, azt legyünk túl rajta, akkor nem is kéne felolvasni, hanem csak nyomjuk azt a gombot, azt haladunk hazafele. De ha akarjuk tényleg megtárgyalni, akkor legalább azt mondom, másfél óránként tartsunk egy szünetet. És ezt mind javaslatot szeretném a testület felé hangsúlyozni. Én úgy gondolom, a régi időszakban is voltak ilyen hosszú testületi ülések, hogy 5 órakor lett vége, de legalább volt 4 szünet, legalább volt mit enni, legalább volt mit meginni. Hát, hogyha ez így fog haladni, akkor én azt mondom, hogy most jelen pillanatban itt a képviselőknek a sanyarú sorsával kell szembesülni, aztán tarisznyát hozni otthonról, meg ilyesmit, azt itt eszegetni az asztal tetején. Tehát én ezt komolyan mondom, annak ellenére, hogy kellő komolytalanul is el tudtam ugyanazt mondani, de én ezt nem tudom így elfogadni, én ezt így nem tartom jónak. Ez egy helytelen testületi ülésvezetés, ami most történik jelen pillanatban, és nem a tárgyhoz szóltam hozzá, és tudom. Köszönöm szépen képviselő véleményét, igyekszem megfontolni és abban foglaltakat mérlegelni. Visszatérünk az előterjesztéshez. Kívánne valaki szólni a közbeszélő szabályzat módosításával kapcsolatosan? Nem látok ilyet, szavazási helyzetben vagyunk. Aki a leírtak a kapcsolatban véleményt kíván formálni, most tegye. Megállapítom a szavazás végeredményét. Testületünk 12 igen mellett egyhangú állásfoglalással módosította a önkormányzati közbeszerzési szabályzatát. És akkor miért ányolva a képviselő úr felvetését, kérdezem a testületet, kívánják-e, hogy 10 perc szünetet rendeljek el? Tudom, hogy az utolsó, bocsássuk. Kívánja-e? Bocsánat, tanáremberként nem azt hozottam hozzá, hogy 2-3 vagy másfél óránként szünetet kaptam, ott észrevétlenül is az ember fél napokat is szaradt egy irányba, étel ital nélkül, de meg fogom fontolni képviselő úr indítványát. Nem láttam jelzést szünettel kapcsolatosan, és gondolom, hogy tudunk haladni. Mert ahogy körbenézek, én vagyok majdnem itt a legidősebb, ha nem a legidősebb. Nekem ez nem merült fel, de nem kifogásolom a elhangzottakat. Legközelebb, amennyiben a testület tagjai többségében ezt igénylik, akkor így fogok tenni. Most 5 percet kér
Elnök úr, most jelezte, hogy kér 5 percet. Bocsáss meg, szóltál vagy nem szóltál? Lejelezted, hogy 5 perc szünetet kérsz. Akkor nem kérsz. Elérkeztünk a... Jó. Visszatérve a komoly területekre, úgy gondolom, hogy ilyen hosszú időtartamú tárgyalás után tényleg mosoly csal a fáradtság egyesek, többek között a magam arcára is. Elérkeztünk a napirendünk szerinti utolsó pont tárgyalásához, a Debreceni Régió Együttműködési Tanács létrehozásáról. Tisztelt képviselőtestület, tegnap délelőtre kaptam meghívást Debrecen város polgármesterétől, arra vonatkozólag, hogy kezdeményezik Debrecen Régió Együttműködési Tanács létrehozását. Ezzel kapcsolatosan információim szerint korábban már az előző választási ciklus időszakában volt egy egyeztetés. Ha jól vettem ki az elejét a szavakból, azon Kizsigmond képviselő úr talán részt is vett, ez valamikor a tavalyi év folyamán volt. Ez a tegnapi tanácskozás ennek folytatása volt. Arról szól ez a történet, ahol Debrecen megyei jogú város polgármestere elnökölt. Jelen volt több országgyűlési képviselő, megyei önkormányzat elnöke, kormányhivatal elnöke és 21 néhány település polgármestere. Azt a kezdeményezést tette Debrecen város polgármestere, hogy alakítsanak a meghívottak Debreceni Régió Együttműködési Tanácsot, amely működéséhez kapcsolódóan egy ügyrendet is csatolt. Ezt tárgyaltuk meg tegnap, ezt véleményeztük Debrecen Kölcsei Központban. Úgy ítéltem meg, hogy illetve az volt a kérés, hogy lehetőleg szerint a képviselőtestületek ebben mi hamarabb foglaljanak állást. Azért merészeltem ezt ma reggel előkereszteni. Tegnap délután, hazaérkezés után egyből a összevont bizottsági ülésekre jöttem, és ott erről szintén tájékoztatást adtam. Ott a jelenlévő képviselőtársaim azt indítványozták, hogy hozzam ezt ma napirendre. Megtettem. Tehát tanács létrehozásának célja igazán arról szól, hogy a említett települések, Hajdú megye nagyobb települése, illetve Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes települései bevonásával kerüljön egy Debreceni Régió Együttműködési Tanács létrehozása, amely nem egy pénzosztó szervezet, hanem az együttműködés formáit, tartalmi elemeit, kialakítását kezdeményezésre folytató szervezet lenne. Ezzel tulajdonképpen Debreceni Régió versenyképessége tágabb kitekintésben is javulhatna. Így is úgy tekintenek a Debreceni Régióra, mint hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő területére. Ez igaz Debrecen városára, az ottani véleményekből is elhangzott, de nem igaz már tágabb értelemben a régió településére. És engedjenek meg csak egyetlen szlájdot mutassak be az ott kivetített tartalmak kapcsán. Megyei jövedelmekről, üzleti környezetről is, egyebekről is kaptunk tájékoztatást. Csak így messzire mutatom, de bárki számára hozzáférhető ez az anyag. Üzleti környezet megítélése a megye nagyobb település és környezetében. Debrecen, Berettyőfő, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló, Püspökladány. Annál is inkább fontosra tartom, hogy mi ehhez csatlakozzunk, mert ebből, csak így távolon mutatom, sajnos a mi adataink a pirossal jelölt és a legkisebb kördiagram szeretet tartalmazó terület, tehát mondhatom azt, hogy nekünk komoly hátrányaink vannak mások vonatkozásában is sok-sok területen. Egyébként teljesen a véletlen műve, tegnap előtt kaptunk egy a Hajdú-Béla megyei kereskedelmi és iparkamara által készített monitoring tanulmányt, és ezt tegnap reggel, mielőtt az üdésre mentem volna, képviselőtársaim felé e-mailen körbe küldtem, remélem meg is kapták. Hogyha valakinek volt módja alkalma tanulmányozni, nekem tegnap előtt délután, illetve este és hajnalban volt, át is
tanulmányoztam, és bizony azt látjuk, hogy Püspökladány és térsége megyei összehasonlításban is hasonló léptékű települések és környezetéhez képest is jelentős hátrányai vannak. Én ezen tények birtokában, illetve sok-sok egyéb problémánkat is mérlegelve tegnap véleményt formáltam a tanácsülésén. Több részletkérdést, illetve problémát is jeleztem. Tudom, hogy ez még nem az a fórum volt, de talán ezek is indokolják, hogy ebben a tanácsban nekünk, mármint városunknak is ott a helyünk. Ennyi vezető után megadom a lehetőséget, hogy kérdezzenek az előterjesztés és hozzá kapcsolódó ügyrendi javaslat kapcsán. Kis Zsigmond képviselő úr, kérdez. Szépen, polgármester úr, hát nem sok idő volt itt áttanulmányozni ezt az anyagot, bizonyára ön jobban átnézte este folyamán. Tagdíj van ez a társuláshoz? Kell valami tagdíjat fizetnünk? Igen. Ez nem az egyik kérdésem, meg véleményt majd fordulnak. Jó, kérdés tagdíj. Nincs, ebben nincs semmiféle anyagi hozzájárulás igény is, és kezdeményezés a csatlakozó települések öntanulmányozó részéről. Tehát ilyen jellegű pénzügyi következménye nincs annak, hogyha csatlakozunk ezen együttműködési tanácshoz. Balázs képviselő úr, kérdez. Tessék. Úgy, tehát a kérdésem lényeg az lenne, hogy jár-e valamiféle szankcióval, hogyha mondjuk a tanács által létrehozott döntésekkel, mondjuk egy adott település nem ért egyet. Tehát mennyire kötelező ez a településekre, amilyen döntések itt születnek? Mert azt írja, annyi időn volt, beleolvastam, hogy minimum 50%-ának kell, tehát 50%-ának nagyobbnak kell lenni a döntéshozatalban résztvevőknek, ez egyértelmű, tiszta sor, de hogy ha olyan, ami a mi településünket mondjuk negatívan érinti, azt mennyire kell komolyan venni, és mennyire kell nekünk ahhoz igazodni. Értem a kérdését, hogyha, bocsánat, de valószínűleg nem volt elég idő áttanulmányozni a célfeladatrendszert, ez nem egy pénzosztó szervezet, nem egy kötelező érvényű döntéseket hozó testület, illetve ha esetleg tovább lapozza, munkacsoportok egészítik ki a tanács munkáját. Ez egyfajta döntés előkészítő, illetve az adott települések munkáját segítő szervezet, tehát itt kötelező érvényű döntések senkire vonatkozóan nem születnek. Ha valaki igénybe kívánja venni ezt a segítséget, hogyha együtt tudnak, kívánnak gondolkodni a települések régóban szinten, akkor teszik, aki nem kívánja ezt tenni, akkor nem teszik, tehát semmilyen ilyen jellegű kötelezettség nincs. Akkor hoz döntést ez a tanács, hogyha 50% plusz egy szavazatot, ha jól emlékszem, így van megfogalmazva, megkap egy adott előterjesztést, de senkire nézve nincs kötelezettsége, sem anyagi, sem egyéb kötelezettsége. Ez egy lehetőséget nyújt inkább, én úgy ítélem meg a résztvevő települések számára, hogy egyeztessék elképzeléseket és közösen lépjenek fel bizonyos szintű előnyök megszerzése érdekében. De ez nem pénzosztó szervezet, nem egy kötelező érvényű döntéseket létrehozva és végrehajtó szervezet. Vadász Ferenc alpolgármester úr kérdez. Vélemény. Véleményt formál, parancsolja. Köszönöm szépen. Szerintem mindenféleképpen részt kell vegyünk a tanács munkájában. Természetesen közvetlenül nem bármely település hátrányára születnek döntések, hanem ennek csak az előnyét élvezheti bárki. Éppen ezért nem indokolt, hogy kimaradjunk ebből a lehetőségből. Ahogy polgármester is mondta, itt előnyhöz juthatunk. Tekintettel arra, hogy milyen területeket érint az együttműködés, mindenféleképpen profitálhatunk abból, hogyha részt veszünk ennek a tanácsnak a munkájában. És ahogy elolvastam az előterjesztés mellékletében szereplő ügyrendet, tehát látom, hogy munkacsoportok is létrehozásra kerülnek, amely a tanács munkáját fogja segíteni, ahhoz tudom hasonlítani, mint a testület, a képviselő testület mellett működő szakmai bizottságokat. Tehát itt egy olyan műhely munka fog folyni, amely az egyes együttműködési területeknek a résztét hivatott kidolgozni. Én támogatom, hogy ebben vegyünk részt. Köszönöm szépen. Köszönöm véleményét. Varga Zoltán, elnök úr,
véleményez. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Én is azt gondolom, hogy csatlakoznunk kell ehhez a kezdeményezéshez, és remélem, hogy az előnyeit is fogjuk élvezni, és nem csak azért van szükség ezekre a településekre, hogy a Debrecenbe érkező uniós forrás ne legyen túlzott mértékű, ne legyen túlfinanszírozott Debrecen, és ezért kerülnek bevonásra ezek a települések, hogy régió szinten legyenek kezelve. Én bízom benne, hogy Debrecen fejlődésével valóban ezek a települések részesülhetnek ennek az előnyeiből, és mi is tudunk belőle profitálni. Köszönöm szépen. Kis Zsimon képviselő úr véleményt formál, parancsoljon. Köszönöm szépen, polgármester úr, a lehetőséget. Lehet, hogy egy kicsit jobban képbe vagyok ezzel a dologgal, mert én egy korábbi egyeztetésen már részt vettem tavaly. Igyekeztem én is felülni a feladatokban, most csak július körül volt egy ilyen egyeztetés, ahol arról volt, hogy hónapon belül megszületik ez a megállapodás. Mai napig nem jött létre. És ott utána még azért egy kicsikét belefolytuk ebbe a dologba, nagyon jónak tartottuk első körben ezt az egész kezdeményezést, és elindultunk benne, nem csak én egyedül, hanem Tóthné Egre Erzsébet, aki a kereskedelmi mi ketten elindultunk benne, na akkor ez milyen frankó, akkor ipar, stb. Egyebek, és egy ugyanilyen tanulmányt tartottunk a kezünkben, amit most polgármester úr kapott, csak más tartalommal, és a tartalom az volt benne, hogy Pispekladány ipari park vonzata, ipari parkja, Kabai cukorgyár. Ez volt az egyik fő szerete annak, hogy mennyire foglalkoznak velünk. A másik az, hogy ide is hívtuk ezt a céget, akit ott nekünk bemutattak, hogy majd mindenben fog segíteni nekünk. Le is jöttek, nagyon frankó volt, megnéztük, és akkor azt mondták, hogy egy ilyen ipari park kialakításának a projekt költség első körben 5-6 millió forint, azt tegyük be, és akkor majd elkezdenek velünk foglalkozni. Tehát ez a segítség, ez nem arról szól, hogy majd ingyen majd nekünk hozzák, és akkor majd haladni fogunk benne. Itt kemény pénzeket kell becsengetni. Most nem a megyei fejlesztési ügynökségnek, mint ahogy a toppos pályázat, hanem most egy másik cég került előtérbe, aki ott most eléggé közel van ott a megyei vezetéshez. Aztán itt most egy picit belenézegettem itt ebbe az anyagba, és az a C pontja pont erről szól, az a fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása, és még jó néhány olyan van a környezetvédelemtől a szociális ügyekig, amit szerintem itt nekünk kéne helyben ezt megteremteni. Az F pont pedig nekem nagyon tetszik. Nem tudom, mit szól ehhez Budapest kormányunk és védőszentünk. Településsel üzemeltetésbe tartozó tevékenység különös tekintettel a hulladékgazdálkodás. Víziközmű szolgáltatás, amit ugye már réges-régen kivettek a kezünkből. Tehát erre megvannak azok a cégek, amik ezzel foglalkozni kell. Tehát az önkormányzat kezéből teljesen ki vannak ezek véve, idézőjelben. Tehát nem biztos, hogy ezek mind olyan nagyon jó dolgok, amik ebben le vannak írva, megfogalmazva. Sőt, nekem az a véleményem ezzel az egészek kapcsolatban, hogy a Debrecen eddig se segítettünk semmi, nagyon sok pénz ment oda, meg nagyon sok beruházás. Hogy nem küldtek nekünk vagy kettőtől a Pispekladányba, vagy Újfaluba, vagy akárhova, hogy ez itt valósul meg, és akkor munkahelyteremtő beruházások valósuljanak meg. Nekem az a véleményem, hogy Debrecennek nagyobb tervei vannak, neki most a legnagyobb rivális a Nagyvárad és környéke, és annak érdekében, hogy ő is nagyobb potenciált tudjon felmutatni, hogy minél nagyobb lakosságszám terület van mögötte, hát ha ezt a rivalizációban egy picit előnyt tud szerezni Nagyvárad és térségével kapcsolatban. De ne legyen igazam, támogatni fogom, hogy lépjünk be ebbe, mert pénzt költségekkel nem fog járni, hát ha olyan hozadékai lesznek, ami a városunknak is jó lesz, de néhány olyan megfogalmazás van benne, ami nekem nagyon kétséges. Köszönöm szépen. Nem kell szokmai részletekbe menni, mert nekem a előzetesen kiküldött anyag tanulmányozása volt a előkészületem, illetve a tegnap elhangzottak. Én mégis úgy gondolom, hogy ha az képviselő által említett pontokat végigolvassa, akkor egy picit másúval, mint amit mondott. Most is van együttműködés a településeink között, mondjuk hulladékgazdálkodás, hulladékgyűjtés tekintetében, Tahut, Bihar és a többi. Tehát itt tulajdonképpen ez azt írja, nem az, hogy kivették a kezünkből ezeket a szolgáltatásokat, valójában így van, de bizonyos települések közötti összehangolás az segíthetné a mostani állapotok jobbá tételét, hatékonyabban lehetne bizonyos szolgáltatásokat végezni, hogyha a települések is lehetőséget kapnak, mondjuk közösen véleményt formálni és kezdeményezést tenni ezekben a kérdésekben.
éppen segíteni akarja azokat a folyamatokat, amik most nem jól működnek. Nagyon tanulságos volt a tegnapi találkozó, ott kormánytag is olyan kritikus megjegyzést tett korábbi évek bizonyos gyakorlatára is, többek között a település fejlesztés vonatkozásában is, ami első hallásra is feltűnő volt. Ha problémás bizonyos terület, azt ki kell mondani, és gondolom, hogy örömteli az, hogy Debrecen fejlődik az elmúlt 10 évben, és ez kihangsúlyozásra került, viszont a régióban többek között talán leginkább hátrányban Püspökladi és térsége van. Azt találtam mondani hozzászólásomban, hogy vegyük figyelembe Püspökladány főközlekedési úton csak idézőjelben és a valójában csak halálúton közelíthető meg. Nyilván mi, tehát a 4-es, 42-es mindkét irányból és ilyen képet mutat, nyilván nem segíti a gazdasági lehetőségeink jobb érvényesítését sem, és a befektetések vonatkozásában sem pozitív ez a szituáció, de egy ilyen nagyobb léptékű együttműködés talán segíthet ráirányítani a figyelmet arra, hogy vannak itt úgymond az eddigi útházatfejlesztésből kimaradt település részek, illetve úgymond fehér foltok. Én pontosan azt a lehetőséget látom ebben az együttműködésben, hogy talán nagyobb hangsúllyal szóba kerülhet az, hogy be kell kapcsolódnia városunknak is a megye ilyen jellegű, és a térség ilyen jellegű, a régió ilyen jellegű fejlesztésébe, és még sok minden más területen is. Tehát én ebben kockázatot nem igen látok, inkább lehetőséget látok, és bízom benne, hogy ez számunkra lehetőséget is fog hozni. Horváth Ádám, bizottsági elnök úr, véleményt formál. Igen, köszönöm a szót, polgármester úr. Csak néhány mondatban elmondanám a véleményemet. Szerintem is mindenképpen részt kell vennünk ebben az együttműködési tanácsban. Szerintem Püspökladány ezzel csak nyerhet. Debrecennel kapcsolatosan, hogyha figyeltük az elmúlt években a híreket, akkor láthattuk azt, hogy milyen gazdaságfejlesztési elképzelések valósultak meg. Nagyon komoly multinacionális befektetőt is sikerült a városba vonzani. A legismertebb ezek közül a BMW, de ez csak a jéghegy csúcsa. Plusz emellett repülőtér fejlődött, turizmus fejlődött, tehát komplexen gondolkoznak, és úgy gondolom, hogy emögött a együttműködés mögött az áll, hogy felismerhették, hogy maga Debrecen sem tud tovább erősödni, ha maga a térség nem erősödik. Úgyhogy ebből a tanácsból szerintem, amit profitálhatunk és amit el tudunk hozni, az a tudás, a tapasztalat. Úgyhogy ezért támogatom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, azt hiszem nagyon lényeges információt osztott meg velünk. Ezt magam is szóba hoztam tegnap hozzászólásomban, hogy szeretnénk úgymond kapaszkodni a debreceni lokomotívra, így fogalmaztam. Ugyanis Debrecenben komoly fejlődés mutatható ki, és úgy gondolom, hogy és debreceniek is ugyanígy ezt, illetve a jelenlévő kormánytagok is hasonló állásponton voltak, hogy a térségnek is föl kell tudni venni azt a ritmust, nyilvánvalóan ehhez kell megfelelő innováció, helyi kezdeményezés, és le kell fogalmazni a helyiek igényeit. Ez egy olyan lehetőséget nyújt, hogy egy régió szinten is akár régiós kezdeményezések részei lehetünk, hogy az a bizony elmaradnak tekinthető Püspökladány és térsége is jobb lehetőséget kapjon, akár infrastruktúra, közlekedés, beruházás, fejlesztés, gazdasági élénkítés, foglalkoztatás és egyéb kérdésekben. Ez az anyag úgy gondolom, hogy erről szól, és én ismételten mondom, hogy lehetőséget látok abban, hogyha ebben a közös munkával részt veszünk, segítséget kapunk a mások sikeres gyakorlata alapján abban, hogy saját céljaink is hatékonyabban tudjuk érvényesíteni. Köszönöm szépen. Én többet nem kívánok ez ügyben érvelni. Úgy látom más sem. A előterjesztés az kapcsolatban határozott javaslatot teszem szavazásra. Aki ebben véleményt kíván formálni, kérem, most tegye. Megállapítom a szavazás eredményét, 12 igen, nem is tartózkodás mellett testületünk úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a Debreceni Régió Együttműködési Tanácsa szervezetéhez. Köszönöm szépen, ezzel a mai napirendi pontjaink végére értünk. Nagy tiszteltel megköszönöm mindenkinek a
konstruktív együttműködést, a részvételt, a kitartást, az, hogy, fontos kérdésekben döntés születhetett, és megfontolom a következőkben, hogy milyen gyakorisággal tartsunk szüneteket. Most lesz 16 óra 50 perc hamarosan. Ha több szünetet tartunk volna, akkor még itt lennénk, úgyhogy továbbiakban mindenkinek szép délutános estét kívánok. Köszönöm szépen részvételüket.